De ízése kell, hogy ilyen felpont. Arra gondoltam amúgy, hogy a ízéből csinálhatnánk, hogy jöttél beköszönünk most vízből. Nincs kedve. Nincs kedved beköszönni? Nincs. Hát akkor csak dumáljunk. Jó. Dumáljunk. Dr. Who. Dr. Who. Első év? Első év. 2005. 2005. Christopher Eccleston. Christopher Eccleston. Néztétek ti 2005-ben? Nem. Későn bekapcsolódó. A három közül szerintem én néztem a legkorábban. Valószínűleg. És én voltam a legkésőbb, de még én is ilyen későn becsatlakozó voltam. Én akkor kezdtem, én már a Matt Smith-érába kezdtem elnézni, de nem a Matt Smith-szel. Tehát én amikor elkezdtük nézni, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor Eccleston. Valahogy egyszer elcsíptem még annó a Cool TV-n, vagy valamelyik ilyen kábel csatornán ment. És emlékszem, hogy az első rész, amit elcsíptem, és még nem tudtam mi ez, az volt. Igen, mondom, első évad. Az első évad volt, és a The Empty Child-ot csíptem el először. Az azért kemény kezdés. Azzal kezdtem, és utána azt mondtam, hogy jó, ezt egyszer folytatni kell, és meg kell nézni. És adták így pont, és onnantól kezdve kaptam rá, hogy jó, akkor ezt kezdjük el az elejétől. De akkor már a Matt Smith-nek az első évada ment, vagy a Tennant-nek pont ez az utolsó évada, amikor volt a köztes évad, igen. Amikor volt ez a író strike, és nem volt rendes évad, hanem ilyen hard day special voltak, meg ilyen hosszabb kis filmek. Hál' Isten, azt nem kellett átélnünk, hogy nincs egy évig Doctor Who a jó szezonban. Ja. Hát tepetés volt. Én pár éve kezdtem el, tehát szerintem egy ilyen 2-3 éve körülbelül. És akkor szerintem részben Pádi, részben pedig barátnőm hatására kezdtem el nézni, és én viszont vicces módon nem az első, hanem a második évaddal kezdtem. Tehát a David Tennantnak a első évadát néztem meg először, akkor ugye vele megnéztem szerintem a... Lehet, hogy az első évadot, nem a komplet garnitúrát vele, és utána néztem meg ugye akkor a legelső Eccleston féle évadot utána. Igen, a legtöbben szerintem így kezdik. Meg ez egy jó tanács is. Jó tanács, igen. Újnak bejönnek, hogy ne az elejétől kezd, hanem a legerősebb évadoktól, meg hogyha úgy érzed, hogy szar az évad, akkor nyugodtan ugorj, mert a következőnél reszett van. Pont azt akartam mondani, hogy volt ez a szavajárás annak idején, nem tudom, hogy még most is megy el, de hát ha most így mondod, akkor valószínűleg igen, hogy aki el akarja kezdeni ezt a sorozatot, és jó tanácsot akarsz neki adni, az a másodiktól kezdni, mert onnantól kezdve jó. Mm. És így visszanézve azért én azt mondanám, hogy az első is egy jó kezdés. Igen, szerintem is. Csak akkori szemmel az embereknek valahogy az Eccleston egy kicsit olyan fura volt, főleg a maga egy évadával. És azért, mert egy olyan nagyon kaotikus doktor volt. Igen, az első évad az egy ilyen zabi gyereke a sorozatnak. Igen. Mind a színészekkel, mind a sztorikkal. Tehát, hogy egy nagyon ilyen campy, már ilyen Schumacheribe áthaladó campybe kezdve. Hogy igazából rögtön a nyitó epizód, és akkor ezzel igazából rá is tértünk arra, hogy epizódoként kezdjünk el beszélni róla. Tehát ugye rögtön a nyitó epizód a műanyagos rész, az igazából, tehát az ez a rohadtul trash. Tehát, hogy az tényleg szó szerint az, hogy az a szórakoztatóan bárgyúl direkt nagyon rossz, és szerintem lehet, hogy ha valaki ezzel kezd, akkor nem feltétlen kapja el ugye a hangulat, mert akkor nem gondolod azt, hogy egyébként ebben az évadon vannak effektíven nagyon kiemelkedő. Igen, közben meg forró is volt, és közben látod mögötte azt, hogy ott van ez a nagyon jó karakter, doktor, akiről semmit nem tudsz, csak azt, hogy utazgatik, és mindenféle dolgokat megold, és megment mindenkit, miközben iszonyat nagy káoszt hord maga után, amit elmond az internet búvó csávó, aki megmutatja a szépen photoshopolt képet, amire ma már ránézünk, és így, ja, hogy ő tényleg ott volt, mert pont most kezdtük el nézni. Ez a tipikus anime betegség. Abszolút. Hogy az elején ugye a sztorinak megvan a misztikum azzal, hogy nem lebentik fel a fájtázat, hanem hogy haladunk előre, és ugye minden kiderül, meg egyre jobban látjuk, hogy táposabb a főszereplő, és egyre inkább kevésbé tudsz kötődni hozzá, mert már tehát egyre kevésbé földhöz ragadtabb a karaktere. Onnantól kezdve egyre érdektelenebb egy idő után az egész. Bár mondjuk nekem nagyon tetszett, hogy így utólag néztem az, hogy a második részben ugye elkezdik építeni azt, hogy honnan jött ez a karakter, és az a ősi fafajból származó hölgy, akinek a nevét nem tudom, ő ott ki akarja deríteni, hogy ki a doktor, és akkor, amikor rájön, akkor úgy
a nézőben azt az érzést kelti, legalábbis nekem, mint visszatérő, hogy így hú, basszus, hogy mennyire tudták, hogy mit akarnak ezzel a sorozattal már az első évadban, csak valószínűleg nem volt büdzsé rá, nem volt a megfelelő elhivatottság a stúdió részéről rá, hogy, hogy rögtön azt nagyot csinálják, és Eccleston se szerette a szerepet annyira, mint amennyire most mondja, hogy, hogy szerette, ja. pedig sose térne vissza, de most pont visszatért. Egy audio. Ja, igen, az audiókra. Szóval egyébként vicces lenne, hogy egyszer visszatérne színészként. Én biztos vagyok benne, hogy vissza fogják rángatni, hát azt a kortélyt, amikor mindenkit visszarángatnak. Arra várunk már szerintem a War Doctor óta, hogy jöjjön már vissza. Hát a War Doctor helyett ő lett volna. Valószínűleg az volt a terv, csak ugye nem jó, igen, azt viszont tényleg, előre ugrom, a War Doctornál, meg ugye azt hiszem, hogy én viszont azt nem értem, hogy a War Doctor, hogyha leforgatták a kisfilmet, akkor miért nem a 8-as lett? Majd eljutott. Tehát egy csomó, mindegy lehezen tényleg kérjünk vissza később. Viszont az, pont hogy így most felhozod a War Doctort, az nagyon tetszik végig, hogy így ahogy nézed vissza, ahogy már ismered a jövőbeli dolgokat, főleg a War Doctoros epizódot, így tűnik, mintha ezt utólag csinálták volna. Tehát, hogy mintha visszajött volna a készítője a sorozatnak a már kész sorozattal, mert Eccleston karakterét úgy építik föl, hogy ő tud a háborúról, ő tud arról, hogy mi történt, hogy mit tett ott, és amikor csak szóba jön az, hogy mi történt, akkor őt leveri a víz, rosszul érzi magát, amikor arról van szó, hogy egyedül maradt örökre, akkor is ott van benne az a kín, de hogy ő mégiscsak utána visszatér egy pillanatban. Ez annak az érának egy nagyon erős varázsa. Tudod miért? Mert akkor még a Russell T. Davis csinálta ezt. És ő hogy mondjam, szeretem a Moffatot is. Meg most végre a Cibnolékkal kezdek már kibékülni a legutóbbi évad kapcsán. De a Russell T. Davisnél érzed azt, hogy ő nem... Tehát az ő írásánál nem az a lényeg, hogy ő miket ír, hanem hogy ez a sorozat ezt ő mennyire szerette, és tehát hogy maga az alázat, amivel hozzááll az egészhez, az nagyon fontos, hogy nem helyezi magát, mint személyiséget az egészen, és Moffatnál azért elég sűrűn ez előfordul. Igen, meg azért sokat segít az is, hogy azért ennek a doktorunknak van egy nagyon-nagyon durva történelme, és aki laikusként néz és fogalma nincsen, most ugye nézzük a barátnőmmel, és ő fogalma nem volt, hogy ez egy régi sorozat volt, és így elcsodálkozott rajta, megmutattam neki, hogy ez ment, igen, ez 40 év, egy sikeres sorozat volt. És egy évvel ráadásul nem is egy évad, tehát akkoriban ontották, de hogy van ez a handicapje tulajdonképpen itt az indulásnál is, hogy aki csinálja Russell T. Davis meg a stábja, ők tőzsgyökeres doktorok, gyerekkorokban nézték, szerették. Későbbiekben is egyébként ilyenek a gárdák, de a Russell T. Davis az egy tévés arc, tehát ő ott volt a BBC-nél, ő ott van még mindig, tehát hogy ő az, aki hozza a történelmet magával, és ontja ki magából ezt az egészet, és látszik ezen a teljes első évadon az, hogy igen, az hogy ahogy építették, az meg volt. Nem tudom, hogy haladjuk tovább. Hát csak nézem, hogy mi van még ebben, tehát hogy a fingós évjelek. A fingós évjelek, igen. Tehát én olyan bőtségek voltak, hogy... A Dalek az viszont egy Dalek, meg a fingós évjeleknél azt felhoznám a Hermione Jones karakterét. És amit mondtál, hogy te mondtad, Pádi, hogy itt még ilyen kis össze-vissza karakterek, meg hogy azért ne felejtsük el azt, hogy itt hozzánk be a Hermione Jones, a Unitot, a... Külön sorozat van róla, mi a neve? Torchwood. Itt hozzák be a Jacket. Itt hozzák be az Are You My Mommy rész, az örök. Igen, az egy ilyen visszatérő. Tehát, igen, vagy, amit részben, jó pofán részben viszont nagyon nem szerettek, hogy amikor nagyon megcsömörlött a sorozat, akkor elkezdett a saját babérja. Ja, igen. Táncolni. Hogy jó, akkor csináljunk olyan részeket, amik visszautalnak arra, hogy a régebbi részek milyen jók voltak, ezért mi is jók vagyunk, és az majd később felhozom, mert ezek más évadok, de ott egy valaki mentette. De még térjük vissza gyorsan, mert itt azért van alapvetően ez a Hermione Jones-os rész is egy olyan, hogy itt szembesül először a doktor azzal, hogy amit nekem el kellett magyaráznom páromnak, akivel nézzük, hogy ez az ember, ez a doktor, ez annyi embert elvesztett már, amelyik csak lehet. És köztük a saját unokáját is ott hagyta,
meghalni. Nyilván egy boldog élet elhagyta ott, de hogy ott hagyta meghalni, és amikor ott rászól a Rose-nak az anyja, hogy de ugye meg tudja védeni a lányomat, és ott ő neki így megáll benne az élet, és visszagondol. Látom a Vietnam flashbacket, hogy ja, visszagondol, hogy annyira jól csinálják ezt azt, hogy leírta nekik a Russell T. Davis-ek, leírták, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és hogy nagyjából valószínűleg le is írták azt, hogy igen, elvesztette a legtöbb emberét, elvesztette. Vagy ő is tudta, szerintem tudta, hogy nézte ezt a sorozatot. De én el tudom képzelni azt, hogy olyan kaszt volt, olyan kaszt is volt, aki nem feltétlenül tudta. Persze. De hogy tudja, hogy részleteiben leírták nekik, hogy mit, hogy. És az Eccleston nagyon jól hozza ezt a szerepet. És annyira adtam, éltem azt az érzést, amit ő ott érez, amikor rászól, és nem tudom garantálni a biztonságodat. És a Rose meg ugye mondja neki, hogy őt nem érdekel. Igen, van egy ilyen naív romantikus oldala a dokinak, amit nagyon szeretek, hogy csak azért is kiáll mindenért és mindenkiért, és az egyszerű emberért, és azt mondja, hogy már pedig én igenis ezt képviselem, és ezek az elvek, amik engem meghatároznak. De emellett nagyon emberi attól, hogy látod rajta, tehát ez a, ami mi szoktunk pörögni, tudod, hogyha öregednek a karakterek a filmekbe, sorozatokba, akkor általában ezt azzal jellemzik, hogy megkeserednek. Igen. És nagyon érzed azt, hogy nyilván megviseli az a rohadt sok minden a doki is, ami történik vele, viszont az egy nagyon, engem az inspirál például a saját sztoriai nyílásába is a doki karakteréből, hogy ő akármennyi szaron átment, akármi végigment, akárhány ezer éves, és még ha néha ebbe bele is fásul, bele is csümörlik, beleesik a depressziójába, még akkor is, hogy is szüksége van a kompanionokra, hogy az emberi oldalára emlékeztessék, de ott van benne az, hogy akármin végigmentem, én igenis ezt képviselem, és én ez vagyok. Igen, és ezt annyira szeretem. Ezt vállalja, igen, azt is vállalja, hogy nem tud mindig megmenteni mindenkit. Azt is vállalja, hogy valamikor nem tud mit tenni. És vannak olyan részek, amikor áll, és azt mondja, hogy ne hallgatod, de nem avatkozok be. Brutális. Az I'm so sorry, ami igen, a második évattól kezdve ilyen mém lehetne, hogy elszorán mondja. Így van. Brutálisan szeretem azt, hogy ő ugye a szívét így nagyon a kívül hordja. Uh-huh. Minden egyes évadban az összes karakter. Igen. És én azt látom benne rohadtul nagy erőnek, hogy ő ezt megmeri így tenni. Igen. És akkor tisztában van vele, hogy ott a célkereszt a mellkasán, és kurvára ki tudják ezt nála facsarni, de akkor is megteszi, mert ő ez. Igen, talán a doktorok közül neki van a legnagyobb szíve, és valahogy azért is emlékezünk majd a Capaldi doktornál nagyon az Ecclestonéra, mert a két doktor között van egy ilyen csúnya párhuzam azzal kapcsolatban, hogy ők ilyen nagyon sokat láttak, nagyon sokat tudnak, de valahogy ez a naivitás bennük maradt, ez a amikor az első részben ott van mögötte a nagy alóvevő a vizé, mi az, amire fölültök, és mi az Isten az a Big Ben, tudod, ott van mögötte az alóvevő, és nézi, mi van, és ó, tehát hogy akkora szíve van ennek az embernek. Két szíve. Két szíve, igen, tehát nem hiába, amit szerintem egyik másik doktor se tud ilyen vonalban hozni, nyilván. Más az az érdekes, hogy én mindegyik dokit nagyon szeretem, mindegyik karakter, még a legújabb is, tehát most, hogy végignéztem már, kimerem jelenteni, mindegyik karakter, mindegyik színész, mindegyik új doki egy saját ízt hozzá tudott rakni, amitől eszméletlenül szerethetővé válnak. Eccletonnak nagyon erős ez, hogy ő alapból egy ilyen generikusnak tűnik először, és nála az, hogy ő egy ilyen generikus, ez a coping mechanizmja. Tehát, hogy olyan felszínesnek tűnik először, olyan kis semmilyennek, mit tudom, és amikor elkezdik a második részt, amikor a többitől belemenni, hogy ó, basszus, ez a karakter mennyire mély, és hogy mennyire nem hajlandó ezt bárkire rárakni és megterelni. És ez egy olyan százalék. Érdekes egyébként nekem, hogy pont a generikusság, hogy én ugye őt valamilyen szinten, hogy ezt a színész választást, az a furcsa, hogy pont, hogy nem egy annyira generikusnak érzem. Tehát ha egy sorozatot felépítenénk, én azt hinném, hogy Ecclestont később vennék elő. Aha. Mert hogy szerintem
Pont, hogy inkább a 10-11, aki számunkra igen, generikusabbnak tűnik, a 10 az egy olyan tipikus nézőcsalogató, ez meg... is kell, hogy azzal kezdik, mert ez a jó képű, kedves, stb. Tehát, és akkor ott van Eccleston, aki nem kifejezetten jó képű, viszont baromi karizmatikus, és mellette már ugye a viselkedése is sokkal hát a későbbiek a populárisabbak inkább. Igen. Hát azért volt iszonyat nehéz dolgozni Ecclestonnak, és azért is igen, van ez a felemás száj is benne. Igen, is, egy ilyen látszik hírója ennek az egész. Hát, hogyha ő nincsen, akkor nincs ez most ott, ahol tart. Tehát, hogy... lehet, hogyha őt később hozták volna be, akkor lehet, hogy népszerűbb lett volna, vagy tovább szinten volna a sorozatot. Ha csak fölcseréljük a Tennantet meg őt, szerintem igen, már az egy érdekes dolog lesz volna. Főleg azért, mert a Tennantnek az egy évad az valahol nem állt volna jól szerintem. Az de majd később beszélünk róla, hogy... Egyiknek sem. Egyiknek sem. Igen, jobb lett volna, ha mindenkinek kettős adagyó. Egy tipikus betegsége, és az, hogy a három évados dokikat megnézed, ő szinte, kivéve talán a Matt Smith-et, de kivéve, igen, tehát nála az első a legerősebb, de a többinél mindenkinél az igen, első nagyjából a leggyengébb talán. Igen. Ez nem amit, amikor valaki ír egy olyan sztorit, amit megvan elejétől végéig, de mondjuk részenként kell kiadnia. Persze, hogy a közepén lesz, az erősebb lesz, mint ami az elején volt. Szóval, mert fejlődik. És a sorozat is, az elvárások is nőttek, a büdzsé is nőtt. Igen. Tehát, igen, érdekes, amikor az elején leültünk, és ilyen kis gagyi kis izének tűnt, akkor még én is úgy ültem le, és úgy néztem meg, hogy jó, van elnézegetjük. Igen. Most már azért vannak elvárásaim. Igen, én nem meséltem el, de én is olyan 2011-12 körül kezdtem el nézni. Tényleg, bocsánat. És nem azért nem csak nem tartottam fontosnak, mert be tudom kötni. És azért hozom most föl, mert én az elejétől kezdve imádtam, de csak azért, mert én nagyon szeretem azokat a főleg science fictionöket, ahol amit ha nézek vagy fogyasztok, azonnal érzem azt, hogy basszus, ezt megfogom és súlyos. Amiért mondjuk megveszek egy dobozos játékot, hogy azért ez most megvan, ezt leteszem, ezt berakom játszani, és ott van, és ez egy értéket képvisel számomra. Tehát amikor a dobozot elkezdtem nézni, már az elején az volt a műanyagos rész utántól kezdve, hogy basszus, itt annak ellenére, hogy már nekem lőtték le, hogy mi lesz meg, mondták, hogy ki túl kell írni az első évadot, mit tudom én, láttam, hogy ez azért egy nekem való dolog. Jaj, de az akkor jobb, amikor nem tudod, hát az első évad, aztán még azonban azt is élvezem. Igen, én elérveztem, főleg azért, mert én előtte nem ismertem a Dr. Who-t, és de hát egyikünk sem akkor, csak így mindenki ajnározta, hogy hú de jó ez a science fiction, meg hú de izé, a brit humor, meg hú, az rohadt jó, de hogy előtte nem tudtam, aztán később mentem vissza a régi részekhez, a régi érámból. De az, hogy jöttek mondjuk a Dalekek, jöttek a kiborgók, tényleg, a Dalek rész. A Dalek rész, ott látszik nagyon, hogy a Davis-ék mennyire alázattal kezelik, mert a Davis nagyon jól tudta azt kezelni, hogy a Dalek igenis para a dokinak. Igen. Tehát ott lement mindig ez a kis quirky, goofy karakter, és Dalek, kinyírom, bazzel, kinyírom igen, a Daleket, igen. És így onnantól kezdve érezted azt, hogy igen, a Doki is így kezeli, ezek a Dalekek, meg a Cybermenek, azok így a topja a funkcsének, de azzal nem viccelünk. Akkor azt is nagyon jól kezelték, hogy nem lehet ezt csak úgy visszahozni, hogy most akkor, mint ahogy a Matt Smith majd bedobják, hogy itt van 8 millió Dalek, és most akkor megint háborúval, hanem okosan csinálták, egy Dalek túlélte valahogy, igen, el is magyarázzák, hogy majd később, de hogy nem az volt, hogy rögtön itt vannak a Dalekek, mert hogy kell a Dalek ebbe a műsorba, mert az a first ever boss a doktornak. Igen, ahogy minden irányban visszatér. Fogták és azt mondták, hogy igen, nem te vagy az egyetlen túlélő doktorkám, itt vagyunk mi is. Az nagyon erős, meg ilyen nagyon szép momentjei vannak a későbbi részeknek, tehát ugye behozzák Jacket, egy rohadtul szerethető karakter, annyira egy... Valóban, amikor veszekednek, hogy mi ez, mi szonikus, micsoda? Azaz. Ő egy nagyon szeretető karakter volt a Doktor táncol résznek az a momentum, amikor hozzal elkezdenek táncolni. Igen. Hogy igazából ennyi a
klimaxa annak a résznek, és egy nagyon szép befejezés. Tehát, hogy hát azért, de még előtte, amikor az apák napja van, visszatérünk a Rózzal az apjához. Hú, tényleg, az beszorulnak egy időrésbe, és nem tudnak mit kezdeni, és meg kell, hogy megoldják. És utána azzal jönnek vissza a Cybermennek a végére. Ú, az de szépen be volt. De nem, az majd később lesz a Cybermenes, de tényleg a izgényel volt már. Az majd később, de ez az, ami elindítja ezt a szállat. Itt ismerjük meg az apját, és valószínűleg már terveztek azzal, hogy majd visszahozzák a Doomsday-t. Azt már te mondtad, hozták. És ha már, még mielőtt tovább haladunk, ugye, már a második részben, sőt nem, harmadik részben, amikor visszatérnek egy év után, mert egy évet elront. Mindig elrontja ez a doktor, ez az Eccleston az időket, ugye? És egy évet kihagyással hozza vissza a Rose-t véletlenül. Aztán meg rossz helyre viszi, aztán Rose helyre viszi. Azt akartam ezzel mondani, hogy már ott fölvezetik azt, hogy lefújja egy srác a Bad Wolf feliratta a TARDIS-t, és onnantól kezdve már mondja a számítógép is, hogy vörös, hogy gonosz farkas kód, és az összes részben el van egy ilyen gonosz farkas easter egg, amire nem néz az ember, csak hogyha utólag visszanézi. És én most néztem utólag vissza, és basszus, már nem elsőre, hogy basszus, még mindig ott vannak, és mindig veszem észre, hogy vannak utalások végig a gonosz farkas. Nekem egyébként ez a Bad Wolf, ez így a egyik legnagyobb lufia a doktorunknak. Tehát az igazság, hogy már az első évadnak elsütik azt, hogy igazából mindig vannak ezek a nagy-nagy giga események, amiket a végén az utolsó pillanatban valahogy fel kell oldani, és igazából ezek általában kipukkadnak. Tehát nagyon ritkán vannak ezek úgy feloldva, hogy ez tényleg élvezetes vagy klimatikus, és mondjuk ezzel most pontosan egy hibájára hívtam fel a figyelmet. A legtöbbször olyan érzésem volt, hogy ezeket úgy oldják fel, hogy egyszerűen így semmilyen. Tehát ott is ugye első évadban lesz a végén a szuper rúz, és így el van sütve, és megoldja a problémát, és minden. Az ott már nekem meg az volt. Én megkajáltam nekem azt. És ezt így többször elsütik ezt a poént újra, hogy így éveket vársz valamire, valami gigantikus esemény el van, és az, hogy ez akkora lesz, és hogy a végén semmi. Egyébként azt kell mondjam, ha már itt az első évad végén járunk, hogy az egyik legjobb regenerációja az a Ecclestonnak. Ahogy lezárja és elköszön azzal a könnyedséggel, az itt padlóra vág, hogy te ezt így és ennyi, és így úristen, de szeretlek. És így, és ott azért rájön az ember. És nem kesereg, nem sír, hanem azt mondja, hogy megmondja Rose-nak, hogy csodálatos volt, és így csá, és így megy, és ilyen. Tehát ilyen vastaps, visszatapsolnám. De ez így belegondolva szerintem nem. Tehát utólag ugye én is úgy látom, hogy ugye a karakternek, a kilencnek ugye adott lelki erőssége vagy jelenléte. Viszont én szerintem, hogyha meg úgy nézzük olyan sorozat szempontjából, akkor szerintem ott még maga a sorozat nem tudta, hogyan kezelje a regenerációt. Tehát valószínű, hogy akkor még a sorozat maga nem döntött el, hogy innentől a regenerálódást egy tragédiaként fogjuk ábrázolni. Tehát valószínűleg a sorozat itt még azt mondta, hogy jó, oké, most ez elment, regenerálódik, nem tovább, igen, ez annak mond. A kontextusában esik jó, hogy később már tudod, hogy milyenek a regenerálódások. Igen, és azért sajnáltató regenerálódásokat. Mekkora műsorok voltak ebben. Jó, de mondom, ez valószínűleg azért volt, mert volt egy bizonyítás vágyuk, és azzal, hogy az Eccleston kilépett, vagy félúton azt mondta, hogy akkor oké, nekem ez így nem adja, akkor úgy próbálták megtervezni ezt a sorozatot, hogy akkor ennek legyen súlya. És az a súly, hogy nincs súlya, az egy zseniális lépés, és én itt kezdtem el azt érezni, hogy húha, ez az ember, ez egy olyan karakter, akivel én örökké kalandoznék. Tehát, hogy basszus. És akkor jött a kedvenc emberem. Mindegy karakter is így van vele. Tehát így, persze. És pont ez adja rohadt jól a drámáját az egésznek, hogy az emberi élet véges, és ezt nem tehetik meg, és az élet zajlik, és történni fog meg a dolgok. Ez egy nagyon szép drámája az egész. Utólag belegondolva nekem az is ugye, tehát így érdekes, hogy valószínű, hogy ennek tehát magának a karakternek történet szempontból is ugye baromi kevés idő jutott, és nem csak a sorozaton belül. Mert ugye a nyitó részben még van, hogy a tükörben nézi az arcát, hogy hogyan regenerálódott. Tehát valójában a nyitó részben
és még ő nagyon korán van túl ugye azokon az eseményeken, amikor a War Doctor és a többi volt, nem? Még, tehát ugye effektíven is tehettek volna akár évszázadok is, igen, de nem, hanem ő tényleg pont akkor lépett ki. Azért éreztem azt, amit mondtam, hogy annyira jó visszanézni ezt az egészet, mert tudták, hogy történt ott valami. Igen. És nyilván akkor még nem a War Doctor volt feltétlenül, csak tudták, hogy volt egy háború, valószínűleg a nyolcat akarták ott szimbolizálni. De hogy nagyon fasz az, hogy egyébként én a Tenantnál nekem engem nem zavart, hogy drámát csináltak. Én Matt Smith-nél utáltam a legjobban ezt, mert elsőre még úgy voltam vele, hogy érdekes karakter ív, tehát kíváncsi vagyok, hogy mi ez a dráma, de utána, amikor még egyszer előhúzták Matt Smith-nél, akkor azt mondom, hogy ő legalább nem búcsúzott el egyesével, mint kettő. Nem, de nála... Az annyira gics. De Matt Smith-nél a búcsúzás az szörnyen gagyi volt. Ettől függetlenül. Igen, majd hozzárakom később ehhez, mert én az Eccleston nagyon szerettem a regenerálódását, és azt, amivé vált. És az a legdurább, hogy én elhittem, hogy ez ugyanaz az ember, szóval, hogy nem éreztem azt, hogy hú, basszus, akkor most ez egy új színész, hanem ez fú, ugyanaz. Tehát, hogy rohadt jó volt, ahogy szépen mentünk át egy új karakterbe, amikor először föl kell, akkor még ugyanaz az Ecclestonos, csak már látod rajta azt, hogy egy ilyen sokkal szétszórtabb figura lesz. Igen. Egy sokkal, hogy is mondjam, kevésbé céltudatosabb figura lesz, amikor kiveszi a ezért a mandalint a három vizéből, négy mondani, hogy mi volt az, zseni. Igen. Köpködik ki magával a fényt, de amikor már föl kell, és akkor vége van a világnak, Harriet Jones, vagy mit tudom én, és akkor hol van a doktor, nincs a doktor, az is milyen drámai, hogy nincs, ez nem tudja a Rose azt, hogy nem halt, hogy nem fogja őt itt hagyni, csak azért, mert egy másik ember, mert ugyanaz az ember, csak egy másik testben. Igen. Éppen. És az, amikor ott állnak, és pánik van, és kijön, rázumol a kamera, ott van a skót akcentusával ez a figura, és oda megy, és megnyomja azt a vörös gombot, és az a speech, amit ott lenyom, letarolja azokat a zikorax, vagy mik vannak ott, már nem tudom. Azok a nyomik, igen. Igen, azt kijelenthetjük, hogy tehát ha már áttértünk David Tennant, akkor ez már a David Tennant rész, igen. Ő volt az első populáris doktor, akinek a karizmája, meg a népszerűsége, meg a karaktere fellendítette nagyon ezt a sorozatot. Igen. Igen. Tehát nekem sokáig, tehát amikor elkezdtem nézni, nekem sokáig ő volt a kedvencem. Aztán a Matt Smith-nek jó erősen megrúgott az első évadában, tehát nagyon vaciláltam, hogy melyiket szeretem jobban, de nagyon sokáig Tennant volt az abszolút kedvencem. És akkor kezdtünk el mi összeismerkedni, beszélgetni, és az egyik nagyon erős közös pontunk a Tennant volt, hogy arról tudtunk beszélgetni, mert Petiben inkább amikor elkezdtük nézni, akkor az Ecclestonos részek voltak, amiket nagyon sokat beszélgettünk azokról. Nálad meg inkább a Tennant. Hát nekem örök kedvencem a Tennant. Az Eccleston is. De inkább a Tennant. Én a skótokhoz nagyon jól viszonyulok, meg a David Tennant, mint színész. Nekem ott vált a kedvencem, a Ewan McGregor mellett. Nyilván egy másik skót. Egy másik skót. Én bele vagyok húzom ezekben a skótokban, de annyira jól játsszák ezt a... Obi-Wanban is lehetne. Kicsit úgy magamra ismerek benne, hogy ez a túljátsza azt, amit már nem kéne túljátszani, de kurva. De jó lenne ki. Igen. Ez annyira jó. Jó látni, hogy ennyire át tudja valaki adni ezt. És nem is tudom, hogy ahol a legerősebben elő tudják hozni azt a régi érzést, és be tudják mutatni azt, hogy miért új ez a sorozat, és miért nem folytatták a régit, és miért új ez a karakter, és nem az Eccleston, az a Sarah Jane Smith-es rész, amikor most ugorjunk át az egészen, nyilván... A Scurion. A Scurion, igen. Ugorjunk át az egész részen, arra a pontra gondoltam, amikor nem csak úgy otthagyja Sarah Jane Smith-t, hanem visszaadja neki K9-et. Igen. Hogy Tennant doktorához ez mennyit hozzáad, hogy ott hagyja ismét úgy, de nem úgy, hanem ott hagyta a K9-et neki, nálni egyedül. Szóval, hogy ott kell hagyni, mert igen, tudja, hogy ott kell hagyni. Igen, Tennantnek a... Tennant egy nagyon színházi színész.
És nagyon-nagyon-nagyon jól tudja hozni a drámát. Én nagyon szerettem a drámai oldalát a Dokiának. Igen, hogy, az érdekes volt az is. Tehát az engem konkrétan megrázott, hogy ő konkrétan, tehát ő kifejezetten a nagykanállal élem az életet, és belemegyek mindenbe Doki, de nagyon brutálisan. És ragaszkodik ehhez az élethez. Igen. És amikor szembesül azzal, hogy ugye bejön az, hogy valószínűleg meg fog halni, meg van jósolva, mit tudom én, profécia, stb. Izé-hozé, akkor ez ő, akkor érzed rajta a stressz, az anxiety-t. Így van. És hogy ő ezt nem akarja elengedni, hogy ő ezt él, hogy így végre talált egy olyan karaktert magában, aki szeret, aki ő szeretne lenni, viszont nagyon erősen failed karakter is. Tehát, hogy ez a fajta problémája, ez egy idő után egyre inkább őt el is taszítja a valóságtól. Mm. Egyre inkább elszigetelődik, egyre elveszti Rose-t, és amikor elveszti Rose-t, és amikor az a szerelmi szállam megy köztük, és ugye itt megemlíthetjük a Murray Goldot, mert ott ugye annak a témája az, hogy mennyire rohadtul rá, az rettenetes. Tehát ott konkrétan, ahogy Rose-t elveszi, ott részben magát veszti el. Így van. Hát meg van, ugye később visszatérünk. Ugye a Cybermenek akkor jönnek, meg... Vagy én bevallom, hogy én ugye... A sátános sztori. Alapvetően én is nagyon jónak tartottam ugye ő neki a drámai oldalát. Viszont nekem egy kicsit olyan érzésem is volt akkor, amikor ugye az utolsó ugye voltak ezek a nem valódi évad, hanem ezek a kisfilmek. Ugye. Igen. Hogy ott ugye vannak valami jó ötletek, viszont nekem az, hogy ő kiveszett a könnyedség a doktorból, ez egy kicsit nem csak, mint tehát ugye nyilván történetben is az elidegenítés volt az egyik cél, viszont nekem erről egy kicsit eszembe jutott az, hogy úgy éreztem magam, mint amikor ott legyenek dárkosak a képregényfilmek, hogy nekem ugyanaz érzésem volt itt is, hogy persze legyen mindig minden rész kurva szomorú, mindig nagyon dárkos. Kréven utolsó vadászata. Na, tehát hogy nekem ilyen volt egy kicsit az évad, mintha csak ilyenekkel töltötték volna. Ez a második évad? Ez igazából a harmadik után. A vége felé. Tehát az a vége felé. Ugye nem tartunk, igen. Visszatérünk. Igen, majd visszatérünk. De a második évad végére jutunk el a Doomsday-hez. Igen, ugye szóba került ugye a drámai vonal, hogy nekem pont ezért a drámai vonalas részeket kevésbé kedveltem nála, mint azokat, amikor vegyült benne a könnyedség és a dráma. Tehát szerintem sokkal nehezebb valószínűleg úgy írni egy jó történet, hogy abban ugye tudod vegyíteni a könnyedet, a humort, a drámát, mint amikor csak fullba tudod a drámát. Az a fura, hogy nekem valahogy azok a részek maradtak meg leginkább, amiben fullba tolják a drámát. Tehát, igen. Hogy én meg pont azokat szeretem, ahol lehet kötni a részeket egymáshoz, ahol történnek súlyos dolgok, ezeket a tingi-tangi, lütyi-lütyi részeket én annyira nem éreztem a magaménak, de a Tenőt doktora pont ezért jó, mert három évada volt, és belesért a három évadban minden film. Igen, igen. Nem tudom, nekem, hogy a Dr. Who-nak az egyik legnagyobb erőssége pont az, hogy ő effektíven nem tudod a részkezdés akkor, hogy mi elé ülsz le. Igen. Tehát szerintem pont az egyik nagyon jó dolog a Dr. Who-nak. Ki tudom, ha magyarul nézed, mert akkor leszpoilerezik a címmel. Ja, tehát hogy elég ugye leülsz elé, és hogy minden nap lehet, hogy most lehet, hogy éppen mondjuk komédiát fogsz nézni, lehet, hogy éppen horrort fogsz nézni, lehet, hogy éppen drámát, ha, és ugye ezt nem tudom. Skifit. Igen, vagy pedig ugye skifit, és ugye nem tudod effektíve a rész elején, hogy most éppen ez vajon melyik lesz. Igen. Nekem azt tetszett nagyon a Tenant évadaiba, hogy ahogy nagyon belementek ezekbe a hardcore skifit témába, tehát nagyon filozófikus hardcore skifit, ahhoz nekem nagyon jól állt a drámaisága a Tenant. Például a Dalekek evolúciója, amikor ugye félig ember, félig Dalek, az mekkora egy... Igen. Tehát az tipikusan ez a megkérdőjelezem Istent szintű filozófiai skifi. És amikor visszahozzák Scarrow-t, meg a többieket, valami eszméletlen erős, hát tényleg síró angyalos része. Síró angyalos része. Amit én elszkippeltem, képzeljétek el. Elkezd menni az epizód, és valami érdektelen szarnak, filler tinglitanglinak tűnik, és én úgy néztem a sorozatot, hogy ami nagyon filler tinglitanglin, azokat kivagyom. És így ránéztem erre, elkezdtem nézni, mondom, jó, ezt én biztos, hogy és akkor beszéltünk utána. Igen, beszéltünk aztán utána, de hogy én a Matt Smith-es
Blink résznél, sivanyagos résznél tértem vissza, hogy megnézem, és azon úristen, akkor beszéltünk. Úristen, én ezt kihagytam! Ne! Igen, hogy azt és kihagytam, az hogy nézd vissza, szép, mert az, úristen. Az, az volt egyébként a Moffatnak az első megnyilvánulása. Igen, ez egy fogom jelvős rész. Igen. Viszont ugye nekem még az érdekes ugye a David Tennantnál, hogy ott még ugye vegyült az, hogy nem volt szerintem még effektíve nagy költségvetése a sorozatnak, és itt vannak olyan részek, amik egyetlen egy nagyon egyszerű ötletre épülnek, viszont zseniálisan van felépítve. És ugye pont ez, hogy a Doctor Who második évadában van sok ilyen. Igen. Ugye akár ilyen az országúti sztrádás, amikor évekig ott ülnek, és az is ilyen. Ott szüli meg a citanő a gyerekeit, meg... De az údos rész is egyébként. Ugye az údos rész. Ugyanilyen a Blinkes, meg ugye van még egy, amelyik szerintem nagyon zseniális, ami arról szól, hogy a doktor valami nyaraló bolygón meg akar nézni valamit, és beszorulnak a kóba. Tényleg a repülőteres. Igen, és ugye a kóba beszorulnak, és ugye ott van az, hogy valaki kopogtat kívülről semmi közepén. És ott van az, amikor ugye elismétlik. Igen, amikor para lesz az, hogy elkezdi egyre pontosabban ismételni, és egy idő után már előtte tudja. Ezek a kis költségvetésű kihúzások, Ezek zseniális részek voltak. És ugye pont a múltkor, amikor a Lokit néztük, hogy majdnem olyan, mint egy doktor, csak mondtam, csak jó az a különbség, hogy itt nagy a költségvetés, és 5 percenként van egy-egy van ötlet, ami a Doctor Who-ban egy komplet rész lenne. Igen, hát 8 rész miatt muszáj egyszerűen találni. Igen. Olyan. És hogy itt viszont tényleg akár egyetlen egy ilyen nagyon apró ötletre, mint hogy akkor legyen egy olyan ellenfél, ami csak akkor mozog, amikor nem látjuk, így fel tudnak építeni egy komplet részt, igen, és zseniális lesz a vége. Az, az a rész is, a Family of Blood is nagyon durva, amikor a... mi az Isten? Amikor a... elveszti az emlékeit a doktor. Amikor egy... egy, és a milyen madárhiesztők ott vannak abban. Igen. Amikor elveszti az emlékeit, és a Márta viszont, Márta Jones viszont... Igen, már itt Márta van, igen. Itt már a Márta Jones van, és ő viszont emlékszik rá. Szegény Mártát utólag azért sajnálom a színészt is, meg a karakterét. Miért? Mi történt? Mert semmi, csak hát alapból, hogy ugye, tehát Róz után egy kurva nagy... Ja, igen, ő a harmadik évad. És a legfurább az az, hogy a második évad... Nem, a másodikban volt. Másodikban. Második évad elkezdik. Ja, nem, bocs. David Tennant második évadában. Ja, igen, abban van már. A második évadban, ami a David Tennant első évada, ugye kezdenek egy izével, egy donnával, de az csak egy ilyen film. Nem, egy rész. Na, most viszont kavarodunk. Tehát a... Nem, az itt van az elején. Ez ugye... A Runaway Bride, az már a következő. Ez harmadik. Ja, mert a season 2, az ugye kompletten lemegy. Ugye, hogy rúzza. Utána lesz a season 3, ami ugye a David Tennant második évvel, igen, ott kezdünk Donnával, de utána kapunk egy komplet rész Mártást. Mártást, és utána Mártával fogunk. Komplet Mártást. Komplet, igen, szuperben is, mert boldogok lennének tőle. Márta! Márta! Igen, én nagyon sajnáltam a Mártát, mert Márta, most már nagyon sajnáltam. Amikor behozták, akkor nem szerettem. Mert pont azt éreztem, hogy ő egy olyan karakter, aki nagyon szeretné szeretni a Dokit, és nagyon így kapar utána, és így, és bennem volt az, hogy de Róz után, hogy de ízé. És most viszont egy ilyen, az ő oldaláról nézve, amikor így újra vettük az egészet, akkor így néztem, hogy de baszki, én sajnálom ezt a karaktert, mert egyébként egy rohadt jó karakter. Tehát egy saját egyéni karakter, aki tök független egyébként a Róztól, csak a Róznak a drámája annyira erősen rányomódik erre az évadra, hogy így onnantól kezdve rohadt sokan nem szerették egyébként ezt a karaktert. Az a baj, én szerettem nagyon Márta Jones karakterét, mert ő olyan volt, mintha mondjuk engem bedobnának a Doctor Universum, és találkoznak a doktorral. Tehát egy nagyon rajongott azért, amit a doktor csinál, először szkeptikus volt, rajongott érte, de nem tolta túl, mint a majd a Capaldi évadban az egy-egy Companion, hogy úgy túl volt tolva ez az imádat, meg az, hogy ő mindenképpen akar csinálni valamit, és hogy már idegesítő, hanem a Martha Jones, hogy egy ilyen nyugodt karakter, megfontolt karakter volt, attól függetlenül, hogy csinált. Önálló, okos. Tehát ő egy olyan karakter volt, akit én szívesebben is néztem, mint a Rose karakter. Mint önálló karakter, igen. Érdekelt maga a karakter. Így van. Nem csak egy ilyen mellékként be volt dobva. És ez nem a doktornak az érdeme, ez a Martha Jones karakternek az érdeme, mert a Rose karakterét azt a doktor építette föl. Igen. Rose-zá, a Bad Wolf-al, meg a szuper faszon tudja.
Amerika. Igen, Amerika. De hogy a Martha Jones, ő önmagában egy olyan karakter, amit úgy elnézek, és nem hiába, igen. Később nem hiába teszik be a Mickey mellé. Igen, az egy nagyon jó döntés volt. Igen. Örülök, hogy az ő karakterét ilyen szépen kívánok. Igen. Ami nekem még itt érdekes, emlékszem, erről Pádival ugye dumáltunk is, amikor néztem az évadot, hogy tehát ez a Rose árnyéka a Martha, hogy az a baj, gyerek, szerintem maga a sorozat is nagyon erősen rátett egy lapáttal. Tehát, hogy valójában szerintem a Doktor effektíve borzalmasan viselkedett a Martával, mert ugye pont az, hogy a Martha még csak éppen felbukkat, körülrajogta, és akkor jött ez, hogy a Doki kb. Rögtön lesmárolja, de nem azért, csak azért, mert a mit tudom én, mit valami DLS-t, ugye? De nem csak az pedig, hogy utána rétteni, hogy a Rose-t elviszi, majd a Martát elviszi a helyekre, ahol volt a Rose-zal, és így folyamatosan a Martát igazából úgy viselkedik, mint egy pót Rose. Igen, és eszembe jutott közben pont az, hogy megismerjük a Martát, elmegy a doktorral, és ott a Rose, ő dobja ki a kukába a cuccot, és így pont elfelejtettem volna a Rose-t, és ott van. Tudod, mert akkor már dobják vissza, hogy hoppá, valami szakadás van a térben. Igen, tudod, mert a kocsikulcsot a Rose dobja be a vizébe, és utána eltűnik, tudod. Azaz. Igen, meg hozzák be a Master. A Master karaktere az utóbbi a sztorival, Jack-kel, ahogy rákapaszkodik a tárdészra. Ja, imádom. Tehát az a gond, hogy itt szegény Martát azt, hogy ő egy rossz töltelék, erre még a sorozat is rádob, és itt letelzi utálták nagyon sokan, hogy akkor jöjjön már vissza a rossz, de közben... Ez a tipikus Transformers betegség, hogy egyébként ugye ott az ének az első, a Witwicky-nek az első csaja, ugye nem tud eszembe jutni a neve, ő egyébként egy rohadt jó karakter. Csak a maga a film is, meg mindenki úgy épít rá, hogy ő egy cicavaba. Vizuálisan is, meg mindenre. Egyébként, hogyha figyeled a karakterét, ő pont azt mondja, hogy ő önálló szeretne lenni, és amiket csinál, az is olyan dolgok, hogy így nézed, hogy ez egy rohadt jó önálló karakter egyébként, de nagyon rosszul van bemutatva. Tehát ő egy jó karakter. És ugyanez van szerintem Martánál is, hogy ő egy rohadt jó karakter, csak maguk az írók és a rendezők is ellene dolgoznak. Igen, tehát szerintem is egyébként valójában ő tehát erőteljesebb, karizmatikusabb és önállóbb, mint a Rose. Viszont én szerintem én a David Tennantnál a kedvenc kompanionomnál én a harmadik évadra jutottunk el. Donna? Én imádom Donna. Nem, negyedik évad. Időnként úgy használjuk, hogy David Tennant harmadik évad, amiközben azt mondom, a negyedik évad, de később nem ő épp. Jó, maradjunk annál, hogy évadok, és nem, hogy kinek a hanyadik évad. De azt viszont már nem fogjuk tudni a végére. Tehát egy Matt Smith-nél nem tudom már egy bemondásra, hogy az 8. segítség. Oké, akkor negyedik évad. Ha meg nem megy, akkor meg... Az nem mind lett. Ennyien van? Igen, nekem is Donna. Nekem is a Donna volt a kedvencem, mert ugye nála éreztem először azt, hogy... Hogy ő ilyen barátja a Dokkinak. Igen, tehát meg hogy tényleg. Már nem feltétlenül úgy kezelik a női karaktert, mint hogy ugye legyen akkor eye candy, meg legyen közönségkedvenc, meg stb. Tehát ő volt számomra az első olyan kompanion, aki nem körülrajogta a doktort, hanem ő is nyilván kedvelte, rajogta, stb. Őrült, amikor visszajött. De hogyha valami bullshitje volt a Dokinak, akkor így eljállította, hogy this is bullshit. Igen, tehát sokszor volt az, hogy volt közöttük egy olyan dinamika, ami az a buddy cop jellegű dinamika, hogy időnként cseszegetik egymást, igen. És ezt rohadtul imádtam. Vagy amikor azzal jött a Donna, hogy te nekem túl csontos vagy, meg stb. Tehát ugye beszólt neki, nem minden pillanatban körülrajogta, hanem odaszólt neki, igen, mert olyan is volt a karakterek, hogy őt simán elképzelt, hogy igen, ő ott dolgozik kint a H&M-be, bármelyik nap összefüggött vele. Igen, szóval... És tönkretette a doktor azon az egy epizóddal, és onnantól kezdve már nyomozni akar, és nem H&M-be dolgozik. Igen, szegény. Szegény, ugye úgy találkozunk vele újra, hogy nyomoz. Igen. Valami az zsír lesz így a cégen. Azt a részt, amikor ott az ablakban integetnek egymásnak. Az olyan jó. Az Partners in Crime. Igen. Az valami jó. Nagyon fura volt. Kicsit visszatekintettük az Eccleston-érához ezzel a sétáló zsírral.
Igen. Ne, tényleg abban voltak ilyen debilségek. A igen, ez a fogacskának kitűnő sétáló. De ez ilyen visszatérő motívum, hogy az egy nagyon jól bejött rész, és minden, nem minden évadban, de elég sok évadban előhúzzák azt, hogy ez egy ilyen toposz, hogy elő kell húznunk egy kicsi lényt, ami megzabál valami. Igen, ez mindig kell. Most a nézők pedig megzabálják. Nem feltétlen, mert egy idő után már így 16. klisének. Tehát egy idő után elsikad a pici cuki lény, ami veszélyes. Igen, tehát azt már, megint ezt látjuk. És de nem voltak ők veszélyesek, inkább az alkotóik voltak. Igen, de ebben az esetben, ugye, ahogy emlékszem, a zsír effektíve nem csinált semmit. Nem. Ugye az, hogy elfogysz, az egy kicsit kellemetlen volt. Nyilván, igen. Igen, de ez igen és azt csináltak egy új fajt. Igen. Egy új fajt azzal, hogy ilyen inkubátor program volt tulajdonképpen, nőszökkel. Mindig éjszaka az emberekből szívtak egy íz, és egy font zsírt, igen. És utána volt a pompejes rész. A pompejes. Kapaldi! Az hanyatvág. Igen, ott volt Kapaldinak az el, és az egy nagyon, ez egy pont egy olyan visszautalás volt később Kapaldinál, aminél úgy éreztem, oké, visszautalás, de ez egy szép üzenet legalább. Igen, tehát voltak effektíve olyan visszautalások, ami nekem, tehát ez a fajta, ez nem retkontként éreztem, mert ugye a alapvetően előreépítkezett. Tehát, hogy felbukkan egy színész, kiderül, hogy ez a színész baromi jó, egyre nagyobb szerepeket kap, ugye a Torchwoodban is szerepelt később, és hogy utána pedig ő lett a doktor, és hogy nyilván ugye kezelték ezt valamennyi, hogy jó, mert hogy akkor a doktor azért választotta ezt az arcot, mert ugye hatásnyakorlott. A pompejes rész nálam nagyon erős, és a későbbi évadoknál pont emiatt haragszok a sorozatra. Mert a pompejes évadnál lefektetik azt, és az Donnán keresztül, és ezt imádtam, hogy oké, egy fix időpont, oké, nem lehet őket megmenteni, de emberek, baszki, legalább csak egyet, hogy az a kis, tehát hogy Donna egy olyan szinten lelke tud lenni a doktornak, én azon a részen sírtam. Ez egy nagyon szép rész volt, hogy legalább azt az egy pár ember, ezt az egy családot, legalább egy kis emberséget mutat. Ki mondja meg neked, hogyha mindenki halott, vagy mit csinálja? És amikor a doktornak megvan a párfordulás, hogy igazad van, megteszem, akkor így zártlak, baszki! Tehát, hogy ez nálam ilyen hitvallás, ez kurvára szeretem, ez így ott padlom. Jó, de ezek a fixpontok elinflálódtak egy idő után a sorozatban, tehát fixpont, és akkor jó, megváltoztatjuk, kit érdekel. Ügyesen szoktak csinálni azért a fixpontozást, tehát a legtöbb esetben igyekszik legalább a sorozat. Ne, igen, hát valami kifogást igen találjon. Igen, de pont ez a bajom későbbiekben, például a legutóbbi néhány évadban volt ilyen, hogy fixpont, jó, akkor nem teszünk semmit. De itt van a pompejes rész, baszki, tettetek valamit? Akkor mégis, akkor ne dobd ki az abban ezt az elokit megint, ami most fut, hogy igen. Teljesen igaza van abban, és ez a doktor úr is ráhúzható, hogy az apokalipszisben bármit tehetsz. Igen. Mert az nem változtat meg semmit, hogyha megmentesz egy-két embert, hát passzus. Nem is az, tehát maga az elf nagyon tetszett, hogy azt mondta Donna itt, hogy legalább egy ember, legalább azt a kis emberséget, még ha nem is jelent sokat, de emberek vagyunk. Tehát, hogy ne fásuljunk bele ebbe, hogy az élet szar, és az élet szarrá megy, és mi van, hanem tartsuk meg igenis ezt a kis lelket magunkba. És itt, amikor belerúgott a kis szívembe, hogy tessék, itt van az alapeszenciája a dokinak, és így, ha de jók vagytok, köszönöm, megyek sírni a sarokba. Azaz. Igen. Na, mik voltak? Vissza a Planet of the Wood. Itt jön belőször a doktor. Doktor lánya. De az udos rész. A doktor lánya, az egy annyira debil is. Az udos rész is nagyon ott jött a doktor Donna végén. Igen, meg az éneklés, az áriája, meg ingerik volt. Tehát az egy nagyon jó rész volt, azt is nagyon szerettem én is. Az, amikor megfiatalítanak embereket, az a rész is ott van. Szuntárjanak. De annyira nem, ezek megint azok a kis matiné részek, hogy így ott vannak. Igen, de legalább itt ezek önmagukban erősek voltak. Igen. Tehát volt mindegyiknek egy ilyen, tehát mintha egy ontológiát olvasnál. Hát azt az olyan egyébként nem volt mindegyik önmagában erős azért. Hát az ontológiák is olyanok, hogy van ami erősebb, és akkor azt szereted, van amit meg nem. Hát de a doktor lánya epizód az... Az egy nagy kihagyott zicser. De azt mondom, hogy igazából nem azt mondom, hogy nagy kihagyott, mert
nem kihagyott zicser, mert igen se tartanék rá, hogy azt miért nem, tehát, hogy miért nem kezdtek vele valamit. Főleg így, tehát, hogy évadonként összehoznak egy ilyen kompaniont, akit utána elengednek és elmegy kalandozni. Ráadásul Tennantnek a felesége, a hölgy, aki játsza a doktor, tehát kizárt dolog, hogy ne vállaljon el a saját feleségével bármit a Tennantért. Tehát igazából tök érdekes, hogy ott van, ugye behoznak egy karaktert, eljátszák, hogy lett egy újabb pót doktor, mert ez gyakorlatilag az, és akkor majd biztos kap önálló sorozatot, és nem kapott. Nem. De igazából nem is élem meg olyan nagy hiánykét, hogy nem kapott. Jó, tehát igen. Igen, voltak azért csúnya próbálkozások a doktor húsokkal. Ez egy, igen, ez például a Sarah Jane, igen. Ott volt. Tehát itt mindig univerzumot akartak építeni. Volt egy K9 sorozat, Disney, a Disney elnette, és csinált a Disney. De az igazság, hogy az osztályos sorozat, amit a 12-nél indítottak, ezt a izét ott is volt valamilyen, azt nem láttam abból egy percet. Ne is akarnád, mi egy perc. Tehát nincs. Tehát akkor a Torchwood volt az egyetlen értékelhető Dr. Who spin-off. Igen, a Torchwoodból még meríteni is tudnak, de ott azért történtek, mert hát ott volt Jack. Az utóbbi évadok azért erősek, mert ott a Cignal rájött, hogy azért, hogy ja, hát hogyha nem működött az előző, akkor én Torchwood. Kicsit olyan, mint a Marvel-nél az Agents of S.H.I.E.L.D., hogy oké, ez már nem nagyon kánon, nem nagyon már izé, de akkor már hozzuk már át azokat, amiket kitaláltunk, mert tök jó, ha például Peggyvel akarnak most valamit csinálni. És akkor itt volt a Silence in the Library. Itt jelent meg először River Song. Professor River Song. Akivel van közös fotón kitér, mert ott van a falamon, igen. Jaj! Menőzős percé. És téged Peternek hívott, hogy ez mesélte. Mikor, igen, tehát ugye volt egy komikonon találkoztam ugye River Song-gal, és ott az a vicces, hogy ugye 12-es Doki jelmezben voltam, és rögtön ugye Alex Kingston ugye, amint meglátott, így nagyon határozottan ráköszönt, hogy oh, hi Peter! Így, de rögtön így. És én pedig egyszer annyira zavarba jöttem ebbe a pillanatba, hogy így kb. Semmit sem tudtam érteni, de ez a honnan a fenéből tudja a nevem? Tehát így reagáltam erre. És akkor kb. Ez ilyen nyilván ilyen közös, közös fotózás, sorbanállás kb. Az lett végig, hogy oda lettem ugye rángatva, átölelt fotó és így megyek. És akkor egy utána esett. Ez a tipikus kép, hogy Peti tartja, hogy megtökem be a Sony, hogy igen, tehát ugye csak így és így adál közben. Az nem jött eszedbe, Peti, hogy lehet, hogy ez az a fotó, amit ugye mutatott, hogy ja, hogy néz ki, hogy néz ki a doktor. Hogy néz ki a doktor. És ugye, ott van a naplójában Petinek a fejé. És utána nyilván persze utólag esetleg, hogy valójában azért voltam Peter, hogy a 12-es Doki jelmezem van rajtam, és mint Peter Capaldi. Tehát ezért lettem Peter, de abban a pillanatban annyira vicces volt. És annyira poén lett a fotó is egyébként. Tényleg több, tehát ő rohadt közvetlen volt mindenkivel, meg ilyen lelkes, tehát nem tudom hány fotót csinálhatott egy nap, több százat. És hogy ahhoz képest, hogy minden egyes áldozattal, vagy nem tudom, hogy mondjam, akivel fotózkodik, ugyanolyan lelkesen, meg ugyanolyan közvetlen. Hát meg az azért mennyire durva, hogy őt valószínűleg az összes ilyen kombicsőről elhívják, mert ő el is megy. Tehát, hogy igen. Amikor már 800-on vagy, és ugyanolyan lelkes vagy azért, az igen, szerintem is az úgy több poéna. Ő egy rendes ember. River Song egyébként az egyik, szerintem Moffat irányának az egyik legerősebb része. Igen. Tehát az, ahogy megvan írva ez a fordított idő sikos románc kettejük között, meg egy egész szál, hogy még azt az egyet, nagyon sokat tudom színni Moffatnek a dolgait, annak ellenére, hogy szeretem. De azért bőven kritikus vagyok vele. De River Songot azt úgy végigvitte, és olyan konzekvensen, hogy le a kalappal. Igen. Tehát azt nagyon szeretném. Habár én még akarnék látni egyszer újra River Songot, 13-mal találkozzon. Hadd akadjanak ki az ilyen anti-PCM-nek rendesen. 13-mal találkozzon River Song, és már olyanak. Majd valamelyik konon megtörténik. Nem kell és, a... és ott állna mellettük Jack, hogy igen, Jack itt lelkesíti őket. Ezek azok a képek, amik már le vannak rajzolva. Biztos vagyok benne. Igen, az egészen biztos. Fondor, meg fiction. Szóval Rivert is imádjuk, és a színésznőt is imádjuk. Hát de alapvetően a csendes, a library rész az olyan volt, hogy így végig az volt bennem, hogy azt most mi lesz itt? Ugyan, az árnyék szörnyek,
És hogy elpusztítják, belemásznak az emberbe, elpusztítják, de még amit lerem belül, addig még bennük van, mert ilyen nem tudom miből táplálkoznak. Hogy ez a csaj, akit elfognak és soha senki nem foglalkozik vele. És meg, azt mondja, hogy mentális horror. Mit is mond, hogy bocsánat? Hogy igen, az utolsó szava, hogy bocsánat? Vagy... Az konkrétan depresszióba taszít az a rész, és még utána, tehát azt nem ajánlom senkinek megnézni, akinek bármi olyan mentális, igen. vagy problémája van, ami megnézed, és ezután annak lesz mentális problémája, akinek nincs. Igen. Tehát az én is úgy keltem fel annak a résznek a végéről, hogy ez megviselt. Igen. És itt kezd el működni a dokinak, tehát a drámaisága nekem ezért kezdett el működni, mert úgy viselt meg sok rész, amit így át tudtam érezni, hogy hubaker, tehát együtt tudtam érezni a dokival egy idő után, hogy nem véletlen érzi ő magát ilyen rosszul, mert én is ilyen rosszul éreztem magam egy-egy rész után. De egyébként itt is az a jó, hogy a baromi kreatív dolgok itt is vegyülnek. Tehát ez a hogyan csináljunk valamiből úgy félelmetest, hogy igazából rohadt költséghatékony. Féljünk a saját árnyékottól, nem? Tehát ez az egyik legegyszerűbb. Meg attól, hogy utánoznak meg ilyen. Igen. És tehát itt is annyira kis apró kreatív dolgok épültek bele. És most megint olyan voltam, hogy szegény Pádi mondott valamit, és így... Oh. Nem. De azt is itt tudomásul vettük, és... Nem, de ez tényleg tök egyetértek. És akkor ennek a végén volt az, hogy ugye Donnától az egy nagyon... Nem, mert Donnától elbúcsúzunk, Terentől elbúcsúzunk még egy Terentől, Rossztól is elbúcsúzunk, a Jacktől is elbúcsúzunk, mindenkitől elbúcsúzunk ott. Tehát, hogy, és még Martha Jonestől és Mikitől is elbúcsúzunk. Szóval az alternatív dimenziós shitstorm, ami ott lemegy, és hogy mennyire jól csinálják az a három rész, azt hiszem az part 3-as. Három részes. Szerintem itt végig nem? De ez már az... Ugye, amikor lement a könyvtár, lement, akkor utána... A könyvtár után rögtön jön a vége. Igen, aztán nem számolják külön évadnak, hanem ilyen extrának. Azt tudom, hogy az extrák, de azért az extrákban még volt nagyon sok önálló szó. Jó, de nézd meg, nem, itt van a Forest of Dead után. Igen. Jön egy kis tényleg Midnight Spurs, pici rész, és utána ez a három rész, ez már és utána az alternatív. Journey End. Ez nem is tudom, hogy ez a Midnight, ez melyik a Holiday. Ja, a nyaralós, például az Airport, amiről beszéltünk, a repülős, amikor ismét el. Milyen durva, nem a repülős rész után rögtön jön a lezárás, és mégis ennyire jó a repülős. Igen, a repülős. Szóval az már az, csak hogy tudod, annyira vegyítik Peti, hogy már nem is tűnt fel az eredetnek az a három rész. És itt ez már a vége. Tényleg a turn left az már a vége, igen. Ez már a vége, igen. És utána jönnek a... Stolen Earth, Journey's End. És utána jön, hogy egyedül kalandozik a doktor. Igen, és utána szenved egyedül. Igen, egyedül kalandozik, de szenved, igen. És utána a lezárás, hogy ugye meg kell menteni a Donnának az öregjét. Az a jóslat, hogy ugye a három kopogás. De én azt a lezárást annyira nem szeretem. Én nagyon. Igen? Én is. Tehát ott az a dráma, amit lezavar, hogy ő ne, tehát, nekem pont az nem tetszik a későbbi búcsúzásban, hogy ez a pátoszos, ez ilyen kamunak tűnik, hogy nem akarok menni, de sokat megéltem, és milyen jó volt, éljetek boldogan, tök elviszem Tenantnak a dokiát azt, hogy nem, ő nem akar menni. Nem, de nem csak az, hogy nem akar menni, hanem hogy mindent tökéletesen eltervezett és megcsinált. Elrontott egy csomó mindent, de mindent pontosan eltervezett, hogy ne teljesüljön be az a jóslat, amit ő rögeszmés. Rögeszmés, igen, és a végén egy ilyen apró emberi dolgon megy el, és beáldozza magát, mert megtehetné azt, hogy ott hagyja halni a Donnának a nagypapáját. Az emberi oldal az, ami meggátolja abba, hogy full elszigetelődjön. És milyen érdekes, nem, hogy ő a legemberibb mindenki. És utána azt, és tudod, próbál rohadtul, amit lejátszik ott a Tenant, hogy próbál nem haragudni rá, hogy itt miattad, te kis egyszerű földi pondró, te miattad vesztek el mindent, azért, mert én nem tehetem meg, hogy itt hagylak. És látszik rajta, hogy megfojtaná azt az ember, de nem teheti, mert egyébként tehát az a, nem az, hogy kettősség, de az a konfliktus benne, azok az érzelmi konfliktusok, amik ott zajlanak benne, hogy
De te vagy az egyik legkedvesebb kompányonőmnek a faterja, de közben ilyen lődületes baromságokat művelsz, de nem tehetsz róla, de nem akarok menni, de muszáj menni, igen. És az amit azt ott végig lejátszik a Tenant, én ott néztem, hogy kész. Itt látjuk ugye először magát Gallifreyt ezekben a részekben, és feltehetőleg a doktor anyját, aki a nézésével meg tudja adni azt a löketet a Tenant doktorának, hogy oké, meg kell mentél ezt. Akiről most már tudjuk, hogy ezek szerint nem az anyja. Nem az anyja, elvileg? Az utolsó évadot nem láttad még akkor. Nem, én nem nézem az újat, de hogy valaki je, és hogy... Mert ott most ugye furretkonolták akkor ezt ezek szerint, mert ott valami... Térjünk erre vissza később. Arra visszatértek később, de hogy a lényeg az, hogy ott alapvetően ő ott ránéz arra a hölgyre, és ott minden kételje elszáll. Abban a pillanatban. Én nem is emlékeztem. Ott ők egymásra nézek, és akkor a hölgy ugye utána eltakarja a szemét, mert... De az egyébként az egész jelent meg az a nő, az ilyen, nem tudom, ez a Doctor Who teória alapanyag. Tehát, hogy így van, az egész jelent, hogy abból mindenki mindenféle teóriákat gyártott. Ja, földobtak valamit, és ezt most csapják le. Nem, ezt nem, ennek nincs köze hozzá. Nincs köze? Te most máson pöhögsz, azt engedd el egy Na mindegy, szóval, hogy attól függetlenül az, hogy visszatérnek az idő urai, és elviszed, hogy visszatér az idő urai, és tönkretesznek mindent. Az a doktor, az mester viszonyul ehhez az egészhez, és azt, hogy őt ott megint meg kell semmisíteni a doktornak, mert a mesterről nem beszéltünk sokat ma, de hogy azért az ő karakter is egy olyan, hogy először jött, akkor megsemmisítette a doktor, és akkor is nehéz volt elbúcsúzni tőle, hát még itt, amikor meg tulajdonképpen a végén ők egymással voltak, és nem egymással. Az újírás első mester nagyon jó. Én ripacs, de ez a jól áll neki ripacs. Hát ő nagyon túltolja a ripacs. Olyan színész alapvetően is, akit eltiltottak a színészkedéstől, mert erőszakolta a feleségét, vagy valami ilyesmit. Vagy valami hasonló volt, vagy verte, nem tudom. Ki a most a John Sim, vagy pedig az új? A John Simre gondolok most. Aha. Tehát, hogy ő el volt tépve sokáig a színészkedéstől, az is csoda, hogy vissza tudott térni a párra az új évadra, mert aha, hogy ő börtönben volt, vagy én nem tudom. Az kemény. Tehát valami ilyesmi volt, hogy őt azért kellett kiszedni, és soha többet úgy volt, hogy nem jöhet vissza, azért kellett új mestert csinálni, ott valami. Tehát ő ilyen nagyon kétes dolog, hát akkor nem tudom, mert nem, nincs előttem a cikk, csak hogy olvastam valamit. De hogy szóval voltak ilyen dolgok. Ha most ettől el tudunk tekinteni, illik a karakterhez is, színészhez is, az a sztori, amit a mesternek adtak, az a vonal, amit őre úgy ráraktak, hogy igen, ő gonosz, de mégse. A tészelők jó páros voltak alapvetően, egyetértek. Igen, itt érdekes, mert ugye a mesternek a karaktere olyan, hogy ő akkor működik a legjobban, amikor kontextusban van a Dokival. Tehát a kettőknek a kapcsolata az, ami itt érdekesebb az egészben, és ez így átível a teljes időn mindenségen. És erre jó építeni sztorikat általában. De egyébként az is furcsa, hogy ugye a John Cena mesterét is, vagy már, tehát neki a magának az egyetlen karakternek is ebben a sorozatban úgymond több inkarnációja is volt. Tehát az ugye tök furcsa, hogy ugye először, hogy amikor felbukkant, akkor ott volt a kis ribacs karakter, stb. Ugye legyőzi a doktort, ott volt a 10 000 éves doktor, meg a többi ilyeség. Meg az öreg vén ember, aki hallja a dobot a fülében. Igen. És hogy utána másodszor, amikor visszatér, akkor volt ez, hogy feltámasztották, és szerintem ott viszont kicsit félrement a karakter a második inkarnációjánál. Tehát ott volt az, hogy fullba tolták a ripacsot, és valamilyen az, hogy üvöltő, rángatózó szuperember lett belőle, és az a pár rész, az szerintem az nem volt jó, tehát ott túl mentek, így túl tolták a biciklit. Igen, az olyan, amikor a Devil May Cry-ben elkezd táncolni a Dante, és ilyen opera előadja, hogy ő, hogy akkor most itt milyen melodráma van, hogy érteni, hogy melodráma van, de basszus, most miért kezdtünk el operázni ott, amikor a Martha Jones-os részeknél gondolsz, ugye? Ott, igen, ott, az ott, az. Amikor összeripacskodja, és akkor ott a feleségével... Meg én nem tudom, meg ordítva vampírkodik valami halott fölött, meg ilyen hülyeségek, és így ott az nagyon rossz. És utána emlékszem, a végére ismét felbukkan, és akkor megint ugye normális lesz magához képest, ugye? Igen. És akkor elköszönünk Tenantól.
El. És jön egy teljes gárd, azért úgy csúsztunk el mindenkitől, mert ugye egy teljes gárda vált. Teljes gárda vált. Új hírók, új karakterek, új világ. Retcon. Egyedül River Songtól elköszöntünk. Egyedül River, igen, de őt már Moffat hozta be, tehát ő egy Moffat hozadék volt, és elindul a Moffatéra az ötös évaddal. Ugye a Pandorika. Érdekes egyébként, hogy amikor mondtad, hogy a 9-10-nél nem érezted azt, hogy ugye, vagyis úgy érezted, ugyanaz a karakter, csak másik színész. Igen. És hogy viszont itt tehát teljesen más. Tehát ugye a tizedik Doki után a 11-re ott egy ilyen full start. Tehát így full restart elindult minden, lenullázódott. Én érzem köztük azért ezt az évet még most is, tehát még a 11-es. Van így, főleg Örigoldnak köszönhetően. Igen, nem is az, tehát ahogy elkezdődik ugye Matt Smithnek az évada, egyébként rohadtul szeretem a karakterét, tehát, és pontosan azért, mert tehát ő egy, tehát ahogy megírják őt, meg ahogy ő eljátsza ezt a karaktert, nagyon tetszik ez a felütés, hogy ő egy ilyen képzeletbeli barátja egy kislány. Igen. Igen, az annyit egy nagyon jó felvetés. Tehát, hogy ő a Raggedy Man, aki egy ilyen fura kék dobozból kijött, és egy kislánynak a barátja, aki ugye később az élet. De közben meg, amikor magára kerested az interneten az űrlényekkel, és a saját adatbázisokban nyilván nem az interneten, akkor ott azért, amikor elmondja, hogy ő a doktor, úgy beszarnak tőle, attól függetlenül, hogy egy ilyen Raggedy Man, meg egy összeszedett man, fogalma nincsen, amikor itt mutatja a laptopot, hogy csinálja már valamit meg. Tehát, hogy ez egész ilyen, tulajdonképpen nem hiába volt ez a legpopulárisabb. Én Matt hívom Sexy Doktornak. Sexy Doktor, igen, a testvérem, ő nagyon kevés ilyen science fiction-os adott. Csomó női ismerősömet szoktattam. A Matt Smithnél kezdett el doktor húzni, és imádja a doktorút, a Smith élet nézte nagyon sokszor végig. Ebből tanult angolul, tehát hogy a brit angolult ebből tanulta, és imádja Matt Smith-t, és utálja a Capaldit, meg visszafele nem is akar nézni. Tehát, hogy, mert nem érdekli őt Matt Smith érdekelte. Aki női ismerősömnek megszoktattam, utána rohadt nehezen szoktam. Nem, aki nem alapvetően nem a zsánernek a rajongója, és nem is az a sorozat rajongó, az, hogy váltanak egy lead színészt, az egy ilyen viszlát. Hát ez a Robert Downey Junior effektus. Meg, sokaknak senki más nem lesz soha többet vasember. Én meg itt nézek, hogy aki képregényből olvasta, hogy nekem mindegy. Nekem mindegy, igen. És hát az észétől is kiakadtak Amerika kapitány váltástól is. Tehát ugye a legtöbb embernek ugye egy karakter csak az lehetne is. Igen. És pont ez pedig egy olyan sorozat, ahol folyamatosan változnak a karakterek, és ezt ugye a Capaldi meg a hogy hívják? Melyik? A csaj doktort. Na. Ja, a 13-as? Igen, na szóval, hogy a 13-as, igen, a Whittaker meg a Capaldi érában aztán főleg már nincsen olyan, hogy egy karakter egy ember játsz, ott már úgy olyanokat csinálnak, hogy ja, igen, én voltam ez a karakter amúgy, és most nő lettem, férfi voltam, ott már annyira bajunk, hogy ez pont az a sorozat, ami megteheti ezt. Tehát, hogy nem igen. Fogod te megkérdezni, hogy ez most mi a szar. Itt pont lehet ilyen, hogy fehérből valaki néger lesz, vagy valami. Tehát, hogy nem tudják csinálni, hogy senkinek rohadtul nem érdekel. Akit felháborít egy ilyen nem váltás, vagy egy bőrszínváltás, vagy etnika, vagy akármilyen váltás, az nem szereti a doktorhút, az nem ismeri a doktorhút, nem akarja látni azt, hogy mi a doktorhú, az csak egy színészbe, egy karakterbe szerelmes, és nem a sorozatba. Igen. Vannak ilyen emberek, el kell fogadni, de igen, nem erről szól a sorozat. Meg ez az évad volt, ez az első olyan évad volt az, ami strukturálisan úgy volt felépítve, hogy tényleg egy nagy sztori volt így az van, egész, tehát nem azt érezted, hogy... De itt is egy nagy Luffy lett a sztori. A Pandorika, a dobozzal, arra gondolom. De mindegyik. De most itt jelen esetben, most arról beszélünk. Igen, hát egyébként nem tudom, hogy most gondolkozom, talán a dobozos még nem is annyira. Dobozos annyira nem, mert ott volt egy... De itt is a vége igazából egy nagy Luffy lett, mert itt is az lett, hogy így minden, de ugye a Roriból robot lett, minden célra visszament, és a végén retconoltunk. Tehát itt is ez lett a vége, hogy retconoltunk. Én pont ezért szerettem,
mert ezeket a húzásokat nagyon szerettem ebben a sorozatban, amikor annyira kifacsarja a dolgokat, hogy elérjék a céljukat, hogy azt nem lehet visszacsinálni. Hát, jó, visszacsinálják. De pont az visszacsinálják. Tény, de ezek a dolgok, hogy eltelik, mit tudom, több ezer év belőle Androidre, ezek a felütések nekem tetszettek, és ezt majd később visszatérünk, de a későbbiekben pont ezek a részek. Jó, meg néha, amikor ezek ugye lezajlottak, akkor voltak események nekem később, amik ezáltal komolytalanná váltak. Tehát igen, pont ez, hogy mivel nem mentük el, hogy Rohi várt 10 000 évet a doboz mellett, és utána a következő évedben van egy rész, amikor, hogy is hívták a csajt? Émi. Émi ott ragad valami bolygón 30 évre, és sajnáltatja magát, hogy én ott ragadtam egy bolygón 30 évre, és nem sütötték el azt, amit én mondtam, hogy Rohi megszólal, hogy bazd meg, én 10 000 évet vártam. Tehát, nem sütik el ezt mellette. Tehát annyira banálisnak tűnik az egyik probléma a másikhoz viszonyítva. Ott vannak, de ez az évad... Ez nagyon erősség. Még azt mondom, hogy főleg a többihez képest, ha majd eljutunk oda, itt még én úgy érzem, hogy egy sokkal jobb ízlelest kapunk, és egy sokkal... Velencei vámpírok a pótdokival. Igen, vagy a vangogos rész. Vagy a vangogos rész. Vagy az Ennis Choice, ugye a dokinak a tudatával, aki a sötét oldala, és nem tudod végig, hogy ki ő. Az is nagyon jó rész volt. Tehát én inkább arra utalok ezzel, hogy nekem ugye ezek a évadon átívelő szápolótok, ezek annyira sose fogtak meg, mert a legtöbbször mindig a végén nagyon egyszerűen lecsapják. Nekem de viszont a pandorikás nagyon tetszett. De jó volt a pandorika, mert az Émire volt felépítve. Ez igaz, mondjuk igen. Viszont az egy-egy részek szerintem baromi erősek ebben az évadban, és ez én is egy nagyon erős évadnak tartom. Jó, nagyon jó, nagyon jó évad. Jaj, tényleg a... A bérlő, az de jó! A bérlős rész, igen. Ez már az a következő évad. Meg az Vangók, nem, ez még ugyanaz. Ez még ugyanaz az évad. És akkor a pandorikával zárunk ezzel az évaddal, és utána jön a hatos évad. Igen, de még közben egyébként volt az ötös évadban még voltak Siló angyalok is, Riversonggal. Az inkább a hatos. Nem, az ötösben volt. Ja. Csak az még az első évad. Elmentél. Az még az első évadban, ott még a izé volt, a repedés a falon volt folyamatosan a téma. Igen, azt mondom, az ott van az a Time of Angels, és kettő Time rész is. És az meg ugye visszavezett tulajdonképpen minket ahhoz, hogy aha, igen. Ő még nem tudja, de ő már igen. Ah, de jó. Igen, de viszont Riverre a következő évadban erősítem. Ez. Hát a következő évad az Riverre jó. Az Furiver évad, ami nem is baj, mert az még annak úgy jól áll, de ott már kezd nagyon összebogozódni, és az a Moffat betegség bejönni, hogy mindent megpróbál megmagyarázni, de nem megy neki, és akkor hát, valami nagyon gagyi... És a végén feloldja valami hülyeséggel. Igen, kezdve az Impossible Astronauttal, ami egy olyan... Ami megint egy tök jó misztikum, aztán ahogy lezárják, az megint ugye lesz, hogy ja, és nem történt ez, semmi. Ez az évad, ebben az évadban terhes az Émi, ugye? Igen. Ez az évad, ez olyan, hogy én vagy 6-szor végignéztem, de még mindig nem értem, hogy mi a szar történt. Tehát az, hogy most kivették a gyereket az Émiből, vagy akkor most elvitték, visszahozták, most akkor mi, hogy aztán, mikor hogy vették ki, hol vették ki? Valami olyasmi volt, hogy az Émi ügye terhes lett, de mivel egyébként a TARDIS-ban lett terhes, ezért időlort lett a gyereke, ami egyébként szerintem itt lett egy baromság. Tehát ez is baromság, mert ugye két ember gyereke ő effektíve. És ugye öt lett a River, akkor időlort lett, és akkor elrabolták magát. De harmadiknak beszállt a TARDIS. Elrabolták Émit magát, elvették tőle a gyereket, felnevelték a gyereket, bérgyilkosnak képezték ki, hogy ölje meg a doktor. Ő visszautazott az időbe, és utána pedig a Éminek lett a gyerekkori barátja, hogy utána... Szerintem az arról itt egy Marvel képregény. Ismerül, tökölötték ők magukat azzal, hogy bármelyik karakter ránéz ezekre a science emberekre, és elfelejt mindent. Tehát magukat lőtték tökön, mert amit a karakter kap mondjuk egy támadásokat... Mofatik nagyon okosak akar. Itt már nagyon okosak akar. Nagyon azt akarta, hogy micsoda ötleteink vannak, csak... Hát meg a Margaret is. Csak utána ez, igen, csak utána ezekkel már nagyon jól tökölték magukat. De egyébként magában szerintem a Silence valami jó ötlet volt, csak ott is az lett, hogy
ott is egyfelől túlmagyarázta, majd a végén ott is kiherélte a misztikumot. Tehát amikor végén odáig jutottunk el, hogy a Silencekből már szövetségesei lettek a doktornak, az nekem már nagy halálkozik. Jó, viszont az a River Song-os rész, amikor ők összeházasodnak, ott a, amikor a végén, amikor ezt összefonják, hogy az asztronautás történetnek, hogy hogy menekül meg, azért az, az szerintem egy tök jó lezárás a sok bullshit ellenére. Igen, hogyha csak az utolsó kettőt meg az első részt nézett meg, teljesen fogyasztottam az évad. Tehát vannak az, ez vannak az évadnak jó részeinket. A doktor úrnak, hogy amik nagyon gyengé vannak, ott elég, ha megnézed az első kettőt meg az utolsó kettőt. Hát meg tudod, hogy hát ő önmagába kezelni. Tehát, hogy önmagába, hogyha nézed a részeket, mint részek, akkor igazán volt ők oké. Mert vannak köztük egyébként jó pofa részek. Itt van a kedvenc részed, amikor várt Émi. Ne! Amikor várt Émi. A Hitler gyilkos rész az... A Hitler gyilkos részt imádom. Az egy nagyon kikomat rész, de nagyon jó. Igen, az a baj, rajta sok őrültség van, ami egyedül tesz. Na, az a rész a azt igen, azt a Neil Gaiman írta azt a részt a doktor feleségét. Igen, a doktor feleségét. Igen, két a TARDIS. Akkor mégis csak beszállt harmadiknak a TARDIS. Be! Tehát a doktor felesége meg később valamelyik Cybermen-es részt, amikor önmagával sakkozik a doki, azt is a Neil Gaiman fölkérték. Hát brit sorozat, brit író, úgyhogy egy-egy részre fölkérte akkor a Moffat, hogy írja meg, és akkor az nagyon le is úgy, és nagyon érződik is a részem, hogy mennyire... Inkább az mennyire, utolsó iPhone érződik szerintem egyszerűen. Igen. Az nagyon meseszerű rész, és azt nagyon szeretem. De ez egy olyan dolog, egy olyan rész volt, ami azért más nézőpontba helyezte a nézőt. Tehát az, hogy innentől kezdve, hogy tudod, hogy van egy tudata is a TARDISnak, és nem csak az van, hogy ez egy gép, amit irányítgat, hanem az, hogy meghúzza azt a kibaszott kéziféket, és azért van ilyen hangja, az fáj annak a TARDISnak, amikor úgy megy el mindig, mert ott egy jó karaktert ír a Neil a TARDISnak. Tehát ott egy karaktere lesz a TARDISnak, és az egy jó adalék úgy az egésznek a lórjához, hogy így mondjam. Itt voltak akkor a házasság, és akkor ugye a hetedik évad. Volt még egy dolog, ami nagyon nem tetszett ebbe az évadba. Ugye volt egy dupla rész, arra biztos emlékeztem, amikor az volt, hogy voltak valamilyen takonyból készített kabu emberek. És ugye ez volt, hogy valami bolygón ugye ők végezték a munkákat, és hogy a takony emberek fellázadtak, hogy ők is érző valódi lények, és ugye a doktor ugye ezt a részét, ezt valahogy ugye szépen lassan megy az egész, és azzal bizonyítja be, hogy tényleg érző valódi lények, hogy van egy kabu doktor is ugyanúgy felépítve, és a végén az én is se tudja megkülönböztetni a két doktort, hogy melyik az igazi. És itt van az a legvégén, hogy ez a nagy beszéd így lezajlik, hogy igen, ők tényleg érző lények, tényleg önállóak, ne öljétek meg őket, és utána a doki pedig jön, és akkor megöli rögtön az egyik jelenét így. Aztán a kamuhémit így összetapjozza, és akkor kamuhémi összeesik, és azért, hogy mert igazából az émit is elrabolták, és ez is csak egy kamulény volt, és így nézem, a komplet két rész mondani valóját kiírtátok a végén, tehát hogy így, akkor volt az, hogy az egész két rész arról szól, hogy a doktor bebizonyítja, hogy ezek élőlények, és mit csinál? Megöli a kamuhémit, hogy bizonyítsa, hogy az nem az igazi. Ez a Curse of the Black Spot, azt hiszem az volt. Nem, az a Remo Flash és a Holmes People. És ott volt, hogy a végén akkor derült ki a... Igen, mert a Goodman Goes to Warma szabadítják ki az Émit. És erre egy többen is így néztek, hogy ez mi a szar? Igen. Ez kb. Olyan, mint volt a Tenöntős Dokival egy olyan rész, vagy az a Smith-es Dokival volt, amikor egy szekta összeül, a Tenöntös volt, azt hiszem. Szekta összeül, és akkor ők mondogatják, hogy ők így látták a doktort, így találkoztak a doktorral, ott látták a doktort, ott találkoztak a doktorral. És ez kb. Ilyen, hogy így, ezek, mit csinálok én itt most? Egy fandom klubba bejöttem, és akkor nekem azt tetszett. De az abban van az jó a kövér lény, aki mindenkit megkapja. Igen, és amikor asszimilálja, és ott van az nekem azért tetszett, mert ott ugyanazt éreztem, mint hogyha az első évadot. Igen, az is az ilyen nagyon fresh. Igen, de ez kb. Ugyanolyan ez az ember, és akkor mégse ember. De jó, tehát meg mondtad, hogy már benne volt ez, akkor az Émiek kavarás, meg ilyenek mentek, és így az már... Igen, és akkor utána jött a hetes évad, amire nagyon nem hiszem, hogy sokat emlékszünk, de ott hozzák meg a Lárát.
De arra emlékezzél, hogy Amy Dalek lesz. és már megint nem tudom, hogy mi történt ott, hogy hogy nem lett Dalek a végén, meg hogy mi van. Elkezdték nagyon de azt itt hinni, hogy ők a királyok, és mindenki mondta már akkor, hogy mofat, basszus, hogy miért? El vagy szállva. Miért kell ezt csinálni? És ugyanezt csinált a Sherlockkal is egyébként, a Sherlock sorozattal is. Pont ugyanez, abban az időben volt azt hiszem 12-ben a Sherlock is, hogy... De azt hiszem, hogy izé volt. Eddigre nekem már meg is fáradt a karakter. Itt mester vagy kikavart ebből az Amy Dalek összes részbe? Melyikben? Nem, ott csak simán valami volt, azt hiszem. Nem, csak izé. Valami simán, csak simán. Ó, tényleg előre. Nem, itt mester már nem volt. Itt volt a... Itt nem volt, ez már nagyon vége a populáris résznek, amikor minden populáris dolgot benyomtak, meg hülyeségeket dobálnak, hogy jött az Angels of Manhattan, ami jaj, egy alfaja az angyaloknak, de hogyha ránézel, akkor izé, nem, hogy visszaküld a múltba, és akkor izé. Tehát, hogy meg a hóemberes rész, ami... Igen, és itt búcsúztunk el az Amy-től, meg ugye visszakültetés. Igen, és itt jött be Clara. Meg a végén a szabadságszobor is egy nagy angyal. Igen, a szabadságszobor. Érdekes egyébként, hogy évad közben váltottak Companion-t. Azért ez egy furcsa húzás volt. Furcsa húzás volt. Az viszont egy ilyen beteg rész, azt szeretem. Hát meg itt lesz az ökhétenes rész, amikor énekelnek. A Journey to the Center of the TARDIS volt az a rész, amelyikben effektív a TARDIS meg akarja ölni őket. Tehát egy rakás ilyen összeégett szörnyeteg vadászik rájuk, és a végén kiderül, hogy egy rakás időségben újra és újra és újra meghaltak, és azok az összeégett szörnyek ők maguk. Én nem is emlékszem. Nagyon, nagyon beteg rész volt. Igen. Majd újra fogom nézni. Ja, igen, itt a Anka-tenes rész, nagyon emlékszem, az erős volt ott, ami monológot letolva. Igen. Igen, amikor egyén meg van, azért, tessék, itt és van. És amit énekelnek, hogy igen, itt van mindenem, amit én... Habzsi, ott azért bejött a doktor. Tehát, és nem hiszem, nézzük már meg, hogy ki írta azt, biztos, hogy nem a Muff. Neil Cross. Moffat és a Moffat. Jó, kötelező. Hát a bosszot között. De az elején a Narniás rész az jó volt, a legelső. A Neil Cross, várjál, a Neil Cross írta izét, a Luthert. Ó. És akkor a Rings of Akhatent a Neil Cross írta, ami a Neil Cross pedig a Idris Elbával-nak írta a Luthert. Luther már. Ez egy jó sorozat, nézzétek meg. Nagyon depressziós, de jó sorozat. Hát, és itt volt az évad vége, hogy beköltözik a karácsonyvárosba, ahol eljön vagy 1000 évet. Az egy érdekes rész, mert sokat vártunk. Azt hiszem, nem vártunk sokat. A következő rész, igen. Május 18 volt a Name of the Doctor, ahol ugye túlélte. Csak a Name of the Doctor, arra vártunk májustól decemberig, tehát ugye fél évet megint vártuk, és mindenki nyomta a terület, hogy vége kell lennie a sorozatnak. Igen. Hogy most akkor mi ez? És közben bejelentették a Capaldit, ugye? De egyébként viszont átugrottunk egyetlen nagyon fontos részt az előző évadban. Na. War Doctor. Az igen, viszont még a gyűlölt évadban van. A War Doctor, de az melyik? Abban már Capaldi teaserelnek, ugye a War Doctorban, tehát az Matt Smith utolsó évadában. Igen, ráadásul a Matt Smith-es írának voltak a leghosszabb évadai, ráadásul. Érdekes, hogy ez azt nem mutatja minden esetre. Melyik volt? De nem melyik rész lehetett minden az? Minden esetre itt van valahol. Lehet, hogy itt útközben van egy... Nem, itt már nagyon nem, az a vége fele volt. Mindegy, szerintem az külön jegyzi az IMDb, nem a sorozat. Mert az egy film, volt, és akkor nagyon mondták is, hogy moziba vetítik, bizonyos mozikba. Londonban, meg mit tudom én, és meg lehet nézni, és össze lesz rántva mindenki, kivéve Eccleston. Kivéve Eccleston, igen. Egyébként az egy jó rész, csak engem tényleg azt mondtam utólag, hogy tehát a 8. doktort sikerült berántani hozzá egy 10 perces teaserre, akkor miért nem a 8. doktor lett a War Doctor? Szerintem azért, mert nem akarták azt a karaktert megrontani. Igen, mert neki nem az volt a karakter. Nem. Tehát itt a sztorira az is volt írva, hogy ugye a 9-es lesz a nagyon megviselt, aki végigvitte. Tehát eredetileg ugye az volt a terv, hogy nem War Doctor van, hanem hogy a 9-es csinálja ezt végig. Igen.
Az mondjuk jobb lett volna. És az ő drámája ez, hogy lényegében ő vett részt ebbe a háborúba. Csak Eccleston ebben nem akart belemenni. Mert ő azt mondta, hogy nem, tehát hogy ő ezzel a karakterrel így nem, szerinte nem ez a doktor, és ő ezt nem szeretné, hogy ő legyen itt a ja, ez még az elején volt, nem amikor már ez volt, ez már egy új terv volt. Ez még az első év volt környékén volt, amire te gondolsz, mert itt már meg se kérdezték, hogy jönne. Hát de megkérdezték. Később csinált interjút az Eccleston, és elmondta, hogy ő ezt nem vállalta, mert ő nem akarta fölvállalni ezt a szerepet, hogy ő legyen a skateboard lényegében. Ilyen tekintetben tök örülök annak, hogy legalább becsüli a doktor. Tehát az, hogy ő doktor volt, és ő tiszteli azt, amit ő lejátszott ott az első évadban, és nem akarja szétszedni, hogy akkor majd ribbizbaszolják. Hogy ő kezdte el a háborút, meg akkor... Ő kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő igenis ezt az árat... Különben is, amúgy nem is illett volna. Mert hogyha az első évad nyitó évadában regenerálódik, akkor valószínűleg nem is csinálhatta végig. Azt mondom, hogy ha, és ugye azt akarták, hogy ő vigye ezt végig, akkor az nem illett volna. És tényleg, látod, itt azért bebizonyosodik az, hogy az Eccleston azért egy doktor urajogó lehetett annak idején, vagy az is lehet, és ő úgy lett doktor, ahogy a Tennant is lehet doktor urajogó. Tisztában van azzal, hogy mi ez a karakter, és nem akarom elmondani. És hát is, meg nyilván benne volt azért a sértettség is. Nem is az, hogy a sértettség, hanem a rossz tapasztalat, hogy nem mer újra nekivágni egy ilyennek, mert ezzel már egyszer megégette magát. Igen. Ja, és akkor utána jön a kedvencem. Nárján még először volt, még végtje. Hát, a War doktoros részen, hát az egy... Hát a War doktoros részt azért hosszabban vessük már. Jó, igen, ott a Erzsébet királynővel összeházasodik a tenet. Ez egy jó rész volt. A tik-tik, machine was ding, és akkor... A nyúl! Igen, a multipájt. Igen, ugye te csak egy nyúl vagy. Igen, amikor beszél hozzá egy csomót, mert azt hiszi, hogy az alak váltó van. Meg Tennantnek, meg Smithnek a dinamikája. Nagyobb. Jaj, ott van az én csavarhúzom nagyobb. Az egy jutalomjáték, igen. Az. És amikor kérdezi a tisztől, hogy are you convinced, én muszáj tényleg, igen. Igen. Ő tolja, igen. Ő tolja, igen. Amikor megy a tárdészbe, és akkor I don't like it. Azaz. De alapvetően ott az a számítás. Igen, az egy jutalomjáték. Jutalomjáték. Hát ott előtt azt nagyon élveztem, hogy fölrakja a lábát az asztalra. Zseniális. Az egész zájkonok voltak, ugye? Azt hiszem. Igen. Igen. Lehet, hogy már más. Mindegy, a lényeg ezek a vörös lények, akik így tudnak a rakot váltani. Nagyfejű. És akkor nem tudod, hogy melyik az Erzsébet királynő, nem tudtad, hogy micsoda, és a végén se derül ki tulajdonképpen, hogy most akkor melyik volt amelyik, és pont az a lényege az egésznek a végén, hogy két szipus csaj marad, a Dr. Hurajon volt, tudós csaj marad, és igazából de azt igazából azt már a 12-nél fejtik ki jobban, de azt hiszem, hogy itt is már felbukkan, igen. Ja, igen. Tehát, hogy itt már szóval felbukkan, itt már izé a... Hogy is ér, hogy volt az a szervezet, akinél dolgozik? Na mindegy, ott volt valahogy, az már szóba kerül, hogy az elején a múzeumban mennek be. Tehát itt szerintem már szerepel. Igen, de hát mi most mi volt. Igen, itt már szerepel a csaj, és itt van ugye a 3D-s festmény. Igen, 3D-s festmény. A Unit az már a 8. évadnak az elején van. Az, igen. Tehát ott építenek rá. Igen, ott kezdik a Dalekben megezetni, hogy találtak egy Daleket, és bele kell menni. Igen, de amúgy az egész War doktoros rész szerintem olyan faszán fel van építve, tehát egy elejétől a végéig az a csavar, ami benne van, hogy visszatelefonál a csávónak, mert ugye tud a tárdiszából telefonálni, hogy akkor légy szíves, vigyétek be azt a festményt, be tudjanak, vagy ki tudjanak törni belőle. Igen, szerintem is. Az, hogy ott fölhozzák azt, hogy vajon miért is hozta a War doktornak a rossz képét, hogy ez egy arc a múltadból, vagy a jövődből. Tehát, hogy igen. Végül is valószínűleg emlékezett az Eccleston doktora. Hát ott mindent be akartak rántani, ugye a Rosszt is visszahozták, a Bad Wolf cuccal. Úristen, az, amikor kimondja, hogy Bad Wolf, és a Tennant doktora így, Bad Wolf, mi? Meg amikor a War doktorral beszélget ugye a Bad Wolf, a Rosszor az alakjában, akkor mondja, hogy a múlt.
múltadból, vagy a jövőből? Azt mondod, és igen, emlékszem, az egy, hát, de az egy jó, jó, kis, jó kis angulata volt. Meg vagy ebben már szerepel 12 szemöldöke. És az a vicces, hogy azt is egy... Itt kellett volna a stáblistába kínni. 12. Wells Eyebrow Peter Capaldi. És az is vicces, hogy a 12-es zenei téma az is ebben a részben bukkan fel először. Így van. Tehát ott is már ugye zeneinek már itt készültek, minden szempontban már készültek az új idejára. Készültek, és az is egy szép visszautalás a régi Dr. Who-ra, hogy amikor kimondja a Matt Smith-nek a Tennant a War Doctornak, hogy nem vagy egyedül, itt vagyunk. Igen, az az. És 11, nem, 12, nem, 13, van még több is, de hogy az akkor még nem volt. Igen, ott. És ott még akkor nem tudjuk, de ott az nagyon oda a karakteréhez is, utólag visszanézve. Igen. Mert nekem tehát most ahol tartunk az egésszel, én kategorikusan kijelentettem, hogy nekem egyébként 13-as az abszolút kedvencem most. Igen? Akkor mindig az aktuális a kedvenc? Várjon, a 12-es. Na, az 12-es. Kapálni, 12-es. Eljutott mindjárt. Vagy a World Doctort is beleszámoltad. Vagy a World... Ja, ja. Ki tudja, hogy most mondja, de 12-es. A Kapálinak a dokiát szeretem én a legjobban. Mert egy grumpy öcs. Igen. Az. Egyébként most vicces elszemvetni egy ilyen poén, hogy tudsz szokott ilyen fórumokon meg ilyeneket, ahogyan számolják a doktort, hogy akkor hány volt eddig, és hogy ebből így vannak ilyen poénok, hogy valaki vagy akkor azt mondja, hogy beleszámoljuk a War Doctort, és akkor Capaldi a 13, és akkor valaki mondja, de hogyha beleszámoljuk a doktor kezéből kéne a doktort, és akkor már Capaldi a 14, csak itt valaki meg megint, de ha beleszámoljuk azt, hogy a 12 4,5 milliárdszor meghalt a bolygót, akkor igazából a 13 az már 4,5 milliárd. Jó, egyébként ez egy tök fán dolog, de aki elkezdi ezt notolgatni, az nem nézte a sorozatot, mert a War Doctor az egy fél generáció, az nem egy regeneráció, ezt pontosan tudjuk. Tehát, hogy oké, lehet itt latolgatni, hogy 82 ezredik milliómodik doktor, mert igen, majd eljutunk ahhoz a részre, ahol a börtön van. Én de... meg lesz a... De az lesz a... Persze, nyilván meg lesz a... Szóval Capaldi az, akit amikor behoztak, Én nagyon szerettem őt. Egyrészt azért, mert ő egy ilyen morgós, ilyen egy sokkal furább doki volt, tehát nem ez a közönségbarát doki volt, és nagyon tetszett benne az, hogy ő neki az emberi oldalát, az emberségét az adta meg, hogy ő rettenetesen sebezhető, tehát hogy állandóan konfliktusban van magával, hogy am I a good man, hogy, és az első évad itt is olyan, hogy sokaknak nem tetszett, mert nagyon gyenge volt maga a sztori. Viszont nekem itt az évadokat egyedül Capaldi mentette meg sok esetben. Tehát néha még a legrosszabb részeknél is olyat lejátszott, meg olyan úgy el tudta adni a karakterét, hogy nekem ő az abszolút szívem. Nagyon-nagyon-nagyon jó a színészi játék, és kellett ennek az egésznek az, hogy őt kasztolják be, és kellett ennek az egésznek az, hogy egy olyan ember Capaldi, aki tulajdonképpen a legeslegnagyobb Dr. Who-rajongó volt, szerintem még a rendezők ilyen nagyobb Dr. Who-ra. Tehát a Capaldinak olyan tudásbázisa van a fejébe a Dr. Who-ról, hogy egyszerűen elképesztő. Én nem is értem, hogy mi volt. Mindjárt ember hogy tud annyi tudásbázisba helyezni, mint a Capaldi. Egy pár hónapja fölírtam azt az egy idézet, itt van. Tehát megkérdezték a Dr. Who hábján, hogy mi az az idézet, hogy what's your Dr. Who mantra? És akkor eszembe jutott a 12-es, egy grumpy pöcs nyilván, meg vannak ilyen hóbortos habókjai, meg itt, de közben nagyon mélyen benne van ugyanez, hogy tehát annyira szerettem ezt, amikor a legvégén elmondja, hogy only in darkness are we revealed, goodness is not goodness that seeks advantage, good is good in the final hour, in the deepest pit, without hope, without witness, without reward. És így... Yay! Szeretlek! Igen. Marry me, bazd meg! Tehát, hogy ezt, ahogy így elmondta, így nekem ez konkrétan sablonkép regényünkből, tehát, hogy ilyen karaktert akarok írni. Tehát annyira hiányolom ezeket a karaktereket a popkultúrából, hogy így akarom, kérek még ilyet. De itt ez a karakter, ez a doktor, ez már elkezdte fölvállalni azt, amit tett.
elkezdte fölvállalni így a War Doctor-os történet után is, amit történt vele. Azt, hogy mit tett az emberekkel, hogy ő mit képes tenni, hogy milyen ereje van, hogy mennyire formálja a világot maga körül, és nehezen, de tényleg eljutunk egy olyan doktorhoz általa, ami egy sokkal személyesebb, mint bármelyik másik. Sokkal jobban tetszik a három évad a végére az ő megbékélése önmagával, mint amit a Matt Smith-szel lejátszanak, jobban elkészül. Ő engedi, ahogy egyik más doktor se az Eccleston kívül. Tehát, igen. Mert az Eccleston azért nagyon jó, mert lazán tudja elengedni azt, hogy ő oké, regenerálódok. És visszajött a Capaldival ezt, hogy igen, el kell engedni. Előtte viszont vele is eljátszanak még egy ilyen izét, hogy már meg akarok. Ja, igen. Már nem is akarok elgenerálódni. Viszont ami érdekes, és ezzel így, ez egy olyan vélemény, amivel úgy vettem vissza, hogy ritkán egyezik meg, de legtöbb ember vélemény. Én viszont Klárát ugye alapvetően sokkal jobban csíptem a 12 mellett. Még igazából pont azért szerettem a kettőjük közötti dinamikát, mert valójában nagyon nem működik. Tehát valójában úgy néz ki a kettőjük közösi dinamika, mint egy bántalmazó párkapcsolat. És borzasztó. Viszont én szerintem azt, hogy ezt a sorozat effektíve végigviszi, mert ez ugye a tragédiába torkolik ugye a végén, hogy akkor ezt a sorozat is felismeri, hogy amit ketten művelnek, azok kölcsönösen bántják egymást. Ezt maga a sorozat is felismeri és építi. Igen, az az érdekes, hogy ez a bántják egymást, mert magukat is bántják. Igen, úgy értem, hogy a doktor közben visszamegy Gallifreyre, és megtöri az időt és a saját börtönét azért, beszélünk majd róla, hogy visszamenjen ezért a lányért, hogy tönkreteszi mind a kettő magát is, meg egymást is, de szarnak bele, mert ezt akarják, és igen, ez egy csúnya korban. Én nagyon sokáig ilyen hadilában álltam Klárával, tehát hol tetszett, hol nem. Capaldinál azért nincs vele bajom, mert nagyon tetszett az a pofárugása a rajongóknak, hogy igen, ott volt Matt Smith-szel, igen, bele van zúgva, igen, tessék itt az öreg doki. Hát és az, amikor itt kezdesz, és rátelefonál a Matt Smith az első, a regenerálós rész után, hogy én vagyok, igen, de hogy milyen vagyok, hogy vörös vagyok már végre, most már, hát azért ilyen, hogy ott úgy nyugodjatok, ha látod azt azért, hogy ezt azért csinálták, hogy rajongók, légy szíves, picit nyugi, ez nem a sexy few shop, nem a legközelebbi few zenekar Britország volt, tehát ez a Dr. Who, nem az a lényeg, hogy most a doktor milyen csini fiú, meg milyen mörcs van belőle, meg mit tudom. Ott viszont annyi zseniális mondat van abban a részben, ez ugye a legelső a Deep Breath, ugye. És ott van ugye az egyik, amikor ugye elsődik, hogy de hát hogyha teljesen új, akkor miért ilyen öreg? És akkor, az nagyon jó. És akkor elmondja, hogy a gyíknővel beszélgetnek, és hogy mi az, hogy öreg, hogy valójában fiatal, hát eredetileg hány ezer éves, nem igen. Mi az, hogy öreg? Meg ugye a másik fel, amikor mondja a doktor a végén a Klárának, hogy I'm not your boyfriend, ugye mondja neki. És akkor ugye a Klára ott kezdené lemaszni, és akkor mondja neki a doktor, hogy I never said it was your mistake. Ugye? Tehát, hogy ő is nem feltétlen mondja azt, hogy a Klára tehet arról, hogy bele szeretett. Igen. Amúgy itt az Zeldában tudnám felhozni. Nagyon szeretem, mert bevállalós ez a doktor. Az Zeldában is folyamatosan leszólják a linket, hogy egy ilyen kis fiatal, kis ficszar mit akar csinálni, az közben az is 3-400 éves. Ugyanez, hogy lehet fiatalka is a Matt Smith, mert ő volt szerintem a legfiatalabb doktor eddig. Igen. De hogy ő is egy izén volt, egy 6-700-800 éves, 900 éves izén. Azaz. Meg ott azért benne volt az is, tehát nagyon szeretjük ettől függetlenül a Matt Smith-et is. Mert a személyisége egyébként, mint ember is, tehát hogy annyira egy jó szívű ember, hogy annyira, tehát múltkor láttam egy videót, ahol valami tehát úgy bánik a gyerekekkel, hogy így nézel, hogy így igen, látod, hogy ez, igen. Hogy ez a gyerekeknek a dokia, főleg az első évadában, Raggedy Man-nel minden, hogy igen, ez egy jó húzás volt. Csak sajnos én azt érzem, hogy egy idő után elment ez abba, hogy a külsőségekre, hogy arra, hogy ő a szexi doki, hogy ez úgy... Érdekes, mert őben nem egy szexi ember ő, tehát ránézel, nem egy olyan gyerek, akik kitagadtak a barátai a suliba, mert ronda. Tehát, hogy így szemöldöke alig van, meg mit tudom én. Tehát, hogy ilyen úgy néz ki, mint... 2 méter magas és 40 kiló. Igen, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tipikus kívülálló gyereknek tűnik. Valószínűleg
volt is gondja a gyerekkorában, de hogy mi is, és akkor ő kapja ezt a státuszt, hogy igen, a szexinom. Igen, mert a sztársággal bejött neki ez a jelenség, hogy egy ilyen szimbólumként elkezdték kezelni, igen. Ami egy elég undorító dolog, sajnos. Az. És tehát ez zavart főleg a vége felé, hogy nagyon elkezdték ilyen bálványként kezelni őt, amit gondolom ő se akart volna emellett, mert egyébként, hogyha nézed a karakterét, meg nézed a színészt mögötte, egy nagyon jó ember játszik, egy nagyon szerethető ember játszik, egy nagyon olyan ember, akivel együtt tudsz érezni, olyan ember játszik, egy olyan karakteret is. Egyébként igen, tényleg így vele gondolva, tényleg egy idő után voltak vele ezek a szexi doktor erőltetett hülyeségek, amikor ott volt például a lakótársas részemben is, hogy ott volt egy törölközőben megjelenik, és hogy izé, hogy a csávónak a kiszemelt nője az, ugye, hogy az is így mondta, hogy izé, hogy mit is mondott, hogy he's gorgeous, vagy mit mondott. Hát meg amikor pucérkodik ott a Klára előtt. Meg pucérkodik a Klára előtt, meg a többi hülyeség egy idő után tényleg. És úgy megy a családhoz, hogy pucér. De azok annyira rosszak voltak, kínos volt. Kínos, igen, valami szitkomszerű volt. Azaz. Rosszul meg egy szitkom. Na de vissza Capaldi. Vissza ott van az a rész, amikor kiderül az, hogy tulajdonképpen ő is egy Dalek. Hát igen, az a Am I a Good Man. Igen, Am I a Good Dalek. Az, hogy tulajdonképpen igen, a Dalek nem különböznek a doktortól, és ez már az Eccleston első doktor, az első Dalekes részében egy olyan moment, hogy így fél tőle, és igen, Matt Smith-nél ezt nagyon elcseszték, tehát ott nagyon semmilyenek lettek a Dalekok meg a Cybermenek, és Capaldinál kaptak észhez, hogy várjál. Hát amikor már voltak a rózsaszín Dalek, meg a sárga, meg a többi szar, már mindenféle színű. És olyan volt, mint egy ilyen komikus sztori lenne, igen, az egész, hogy ez a Dalekok, a Churchill-el, meg a többi. Igen, és amikor az Into the Dalek van, és ott szembesítik a Dokit ezzel a Dalekkel, és ott lemegy ez a beszélgetés, ott ezt egy új kontextusba tudják helyezni azzal, hogy bakker, én olyan vagyok, mint ő, de én nem akarok olyan, tehát ez a pszichikai terror, ami így ráépül erre az egészre, az valami brutális. Igen. Én annyiban különbözik azért a doktor a Dalekektől, hogy ő nem vár parancsra. Hát a Dalekek parancsot teljesítenek. Az a parancs, hogy pusztítsanak. A doktor, ő nem vár a parancsra, ő egy hogy is mondjam? Mások az elvek, mellett állnak ki, tehát a Dalekeknek csak és kizárólag a saját purity-jük a lényeg, hogy ők az egyedüli tiszta faj, és hogy ők létezik. Tehát ez a fasizmus konkrétan. Míg a Dokinak, a Doki ugye egy lélekember, tehát neki egy lélek időlord. Tehát az a lényege nála itt, hogy ő, és mindig az is a lényege nála itt, hogy az ő elve az, hogy mindenkinek van joga élni és létezni. Még a hülye Dalek. Még a hülye Dalek. Közben meg elpusztít egy csomó mindent, és tényleg úgy viselkedik, sokszor mindig Dalek. Ez a hülye Daleknek, ez ugyanolyan paradoxon, mint az, hogy ugye az intoleranciát nem tolerálhatod. Igen. Tehát, hogy te nem vagy intoleráns, de nem tolerálhatod az intoleráns, mert akkor engeded az intoleranciát. Én nem vagyok intoleráns, de... Ez is ugyanaz, hogy mindenkit életbe hagyhatsz, de a Dalekot nem, mert ő nem hagy senkit életbe. Hát igen. Ez érdekes. Ezek olyan részek amúgy, amiket majd újra kell néznem. És akkor jönnek utána olyan töltelék részek, mint a robot. A robot Sherwoodnek az egy kedvenc részem. Akkora töltelék rész. Nekem nagyon megmaradt bennem, mert egyrészt szeretem Robin Hoodot, másrészt alapvetően egy olyan rész, hogy jó rész volt. A kis kanállal jön. Nekem ilyen izére emlékeztet, hogy 9.-10. Doki kezdeti részei. A Listen Falls, nincs az melyik? Az pedig az nekem egy nagy kedvencem. Mi? Mesélj róla, melyik? A Listen az a rész, amelyik igazániban effektíve, nincsen konkrét cselekménye a nagy részének, nincsen benne konkrét főgonosz. Az egész arra van felépítve, hogy a Doki ugye elmond egy monológot.
volt, majd nem az egész. Igen, ez az évad inkább önálló részekből állt megint, tehát amikor elkezdtük, és utána ez szerintem nagyon nem is tetszett az embereknek, mert utána variálták. Igen. Itt ugye az van, hogy ez az a rész, amiben ugye arról beszél, hogy mi lenne akkor, ha lenne egy ilyen, nem tudom, egy ilyen faj vagy akármi, akik ugye folyamatosan ott vannak körülöttük, és ugye mit tudom, lehallgatják az embereket, vagy ilyesmi. De az alapján, hogy igazán a monológok nagy részét a tévéképernyőhöz irányítja, hogy majd nem az, hogy mi vagyunk a faj, akik őt lehallgatjuk gyakorlatilag. Nekem a Mummy of the Orient Express is nagyon tetszett. Igen. Azt a részt, azt így csak azért szeretem, amit ott Klárával lefolytatnak azt a dilemmát. Semmi egyéb nem maradt meg bennem, viszont félelmetes az tény, amikor ott jön az a szörny. És senki más nem látja, szörny. Igen, csak az senki állatot. Senki más nem látja, igen. A forestes rész, az egy tök érdekes, mert az az egyik legutáltabb rész. Az igen, volt a Kápszos. Igen. Ott hozták be a spin-offot. Így van, viszont nem tudom, hogy valamiért emlékszem rá, hogy idegesített, de nem volt vele bajom feltétlenül ez a részben. Én is kevés voltam vele, hogy jó, csak, de... Csak nem tudom, de szerintem ott a izé volt idegesítő a... A mellék karakter. A mellék, ugye... És azért nem nézték a spin-offot. Danny Pink és Clara valahányszor egy légtérben vannak. De az a lesz, igen, borzasztó. Az is, meg a kis osztálytársak, akik ott úgy, hogy jó, de annyira nem... A szerencsétlenkedő osztálytársak. És akkor elindult az, hogy behozták az új Mastert, a Missy-t. Igen, és jött a tragédia a végére. És jött a tragédia a végére, ami hála a jó ének, hogy letudtuk, mert borzalmas volt, de legalább nincsen, nem volt benne már többet a csápolja, a Danny Pink. Édes Istenem. Katasztrofális volt. Én azt az egész szállat azt, hogy kihugáztam. Danny Pinket? Igen, az nem tudom, mivel a lezárása tetszett, így valamilyen szinte el tudom fogadni. Én is el tudom fogadni. Mivel a Darkwater meg a másik rész szerintem rohadt jó volt, ezért így mégis, akkor csak kellett valami love interest a sztoriban, hogyha azzal, hogy kiindultunk. De milyen volt az új mester? Tehát, hogy az új mester? A Missy rohadt jó volt. Ez egy Missy karakter. A Missy onnantól kezdve, tehát utána rá évadra, vagy rá két évadra nagyon építettek, főleg a harmadik Capaldi-s évadra építettek nagyon rá. A Missy-nek ez a, tehát ugye egy rohadt jó ívet építettek fel, karakterfejlődést építettek fel vele, és nagyon építettek ott ugye a Dokival való régmúltbeli barátságokra, hogy az nagyon tetszett, hogy fölhúzták azt ezzel az egésszel, hogy igen, én a te barátod vagyok, én a te felelősséged vagyok. És így, baszki, tényleg. Igen. Igen, egyébként egy érdekes karakter volt. Meg szerintem ugye itt történt meg először az effektív a nemváltás a sztoriban. Igen. Tehát ugye itt volt az, hogy először egy alapvetően addig ugye férfi időlord, ugye a következő regenerációjánál nemet vált. És viszont rohadt jól működött a karakter. Igen, nagyon jó volt a színésznő, baromi jó volt a karakternek a szerepél, de ez egész ilyen kicsit ilyen Mary Poppins-os megjelenés, tök érdekes. Nagyon. Effektíve egy kicsit tényleg olyan volt, mintha ez egy női doktor lenne megjelenésre és kicsit viselkedésre. Ez volt az a rész, amikor a Clara börtönbe lesz, vagy Clara börtönbe zárják? Mert ugye a Danny Pinket van ugye a Osiderről. Igen, ott az előző évad vége, ott hozzák be. Igen, de rohadtul idegesítettek azok a részek, de annyira jó volt az a lecsapás, hogy ő a mester. Tehát az, igen. Az valahogy úgy... Igen, az új mesterek felhozása azok mindig nagyon erősek, alapján tök jó. Igen. Nagyon jól be tudják hozni az új mestert, mindig és annak. Gyere gondolva, hogy egyébként rohadtul erősen alapoztak innentől a Missy-re, mert ugye... Igen, az egész rá... Tehát innentől kezdve folyamatos jelenleg van. A 9-es évben mind ilyen dupla részek voltak rá. Igen. Jaj, viszont itt van az, hogy a szónikus csavarhúzót kivonták az egyenletből. Igen, itt volt a napszemüveg. Helyette jött a hülye napszemüveg, igen. A napszemüveg, amit sokan nem szerettek. Before the Flood, Under the Lake. Igen, tehát hogy ez egy olyan antológia rész volt, hogy mindig két-két rész mindig össze volt kötve. De olyan részek ezek, amiket viszont ki lehet és valami. És a címek is úgy voltak, hogy The Magician's Apprentice, The Witch's Familiar, tehát hogy itt a Dokinak a... Dokira meg Klárára utaltak, ott meg ugye váltás volt a következő részben, hogy a Missy-vel volt a Klára, és azért ezért a The Witch's Family-n. Eltörténékebben van a szellem Doki. A szellem Doki. Az nem rossz, az nem volt. Eltörténék Before the Flood, igen. Tehát ugye a címek is mindig utalnak.
The girl who died, na, az viszont... The woman who lived, és igen, akkor... Azok viszont rossz részek. Azok rossz részek voltak. Az nagy... Ja igen, itt hozták, itt volt... Ágyasztál! Itt volt az a lényege, hogy hú, hozzuk be a trónok harcát, mert népszerű. És én egyébként ebben nem vagyok meggyőződve, hogy ez lett volna az alap. Hát a nagyon nem, rossz rész volt. Nagyon rossz rész nem volt. Nem a trónok harcát, hanem behozunk egy olyan színésznőt, aki a trónok harcát... De ő inkább a tizedik olyan színész, aki a trónok harcába szerepelt, és benne van Dr. Who-ba is. De előtte volt? Jó, persze! Jó, de hát ő azért egy híresebb, mert egy igen, itt azért ő kurvára szólogat megkapta, és azért hozták. Az újjas volt, hogy a Szemadávornak hívták azt a karaktert. Jó, de ki emlékszik rá? Igen, de azt nem azért hozták. De ő is egy egyszerű karakter volt. De ő is egyébként szerepelt a Dr. Who-ba. De nagyon sok olyan színész van, aki Dr. Who-ba és trónok harcába. Jó, de itt pont azt érzem, hogy őt itt konkrétan csak azért lett behozva, igen, mert ekkor már kurvára felkapott név volt. Lehetséges. És lehet, nem hogy a többit is, de a többire nem emlékszem. Nagyon érezhető volt. Nagyon-nagyon nincs értelme az, ennek az egész karakter. A rész az nagyon rossz volt, ott a csajt két rész után kísírják, és ráadásul úgy is írják ki, mint az összes többi olyan karaktert, akivel így... De aztán visszatér. Majd kezdünk vele valami. Visszatér. Megáldásul nekem nagyon... Tehát ez ebbe is ugye ez a megoldás, hogy jaj, hogy haldoklik egy gyerek, ezért beleültetünk egy csippet egy mit tudom én miből, ezért annyira halhatatlan lesz, hogy utána az univerzum legeslegvégén is még ott fog szemlélődni. Tehát doki, hogyha egyébként a halhatatlanságot nagyjából így tudod kiosztogatni egy falsőből. És így Jack Harkness a sarokban, am I nothing to you? Tehát így ezzel nagyon de mondjuk Jack Harkness is kapott egy random halhatatlanságot. Azért mondom, hogy ezt már megcsinálták egyszer. Vagy ezt már nagyon sokszor... Tehát többször időként megcsinál, csak nem értem, hogy milyen alapon. Tehát, hogyha egyébként a doktor bármikor random igazándiból halhatatlanná tud tenni egy embert, akkor milyen alapon dönt arra, hogy mikor kit tesz halhatatlanná. Miért nem tett például egy kompaniót halhatatlanná, és akkor megoldódik rökre a kompaniót. Jó, alapból ezt nem lehet. Tehát azért nem lehet, de időnként mindig megcsinálja. Hát de nem direkt. Utána képzel. De ebben az esetben direkt. És engem ezért zavar talán szegről végre, hogy embert meghalni azért már elég sokszor látott, és akkor most. Csinál az őszintben egy halhatatlan. Figyelj, ott már inkább van szíve. Nem tudom, nekem azért bennem van igen az, hogy azért a dokiban benne van az néha, hogy de legalább azzal az egyel csináljunk valamit. És ezt én így el tudom fogadni, attól függetlenül, hogy egyébként azt a két részt én se szeretem, és szerintem is rossz. Itt volt ugye az a, amikor először visszakacsidottunk Pompeihez, és hogy Capaldi arca honnan jött. Igen, az tetszett, az pont egy olyan visszakacsítás volt, ami tetszett, de maga a két rész nem tett. Annyira, aki kis költségvetésűen gagyinak nézett ki, a sztori gagyi volt. Nagyon ez az üzenet, ez jó volt benne, de egyébként a sztori is gyenge volt, meg az egész felépítésekről gyenge volt. És utána viszont a izé meg jó volt a zárigonos. Ja, itt az aljánostok. Ott egy nagyon minimálra vették az egészet, és tényleg arra, hogy jó, leültek, és egymás ellen felállították a két oldalt. Igen, és egy konfliktus itt szemtől szemben. De az a beszél, amitől lenyomott a bőr ott bent, amikor benn van az ájgalokkal, és éppen el akarják pusztítani a világot, nagy háborút akarnak, hogy miért szól bele. Hát ott konkrétan rimánkodik. Ott, nem, hát te ott, mert már mi a Capaldi? Igen. Nem, maga a doki, hogy ott viszont már annyira a végén igen. Vannak mindenek, hogy ott már az nekem nem egy monológ, ott már annyira el van, nem azt, nem, félreértés, nem azt mondom, hogy rossz, hanem azt mondom, hogy annyira egy olyan pontra húzzák ott azt a szituációt, hogy ott a doki már ki van borulva. Persze, de hát ez a lényeg. Én azért, nekem az a legmaradandóbb beszéd az, amit ő ott mondta, az egész doktorról. Az, hogy ő az meg végigment minden, amit el tudsz képzelni a világon. Tehát kiírja két olyan faj, ki akarja nyírni két olyan faj egymást, akiket ő védeni akar, yeah. És egymást tölik meg, és ezzel az ő saját lelkét is kinyírják, mert baszki, hát jó, ezért védelek titeket. Ő magában az álljgondokat mondjuk nem tudom, hogy mennyire komoly érzelmek fűzik hozzá, lehet ezért mennyire nem. Tehát nem tudom, lehet, hogy szerintem alapvetően védeni inkább csak az emberiséget védi, csak ugye az emberiséget se akarja belesodorni egy ilyen háborúban. Akár győztes, akár vesztes oldalon. Jó, de ott is akkor nem tudta, hogy ki az ember és ki az ágy. Igen, nyilván ez a lényeg. Mindegyik ember volt. Hát meg nem akarta azt, hogy ha már őket védte eddig, és lényegében ezt a utat képviselte nekik, hogy
mindenkit megvédünk, akkor ne legyünk már, ne legyen már az emberi faj egy ilyen, hogy jó, akkor titeket megölünk. Ja, kiért, és ez úgy fáj. Ez úgy fájt neki. Igen, aztán ugye elköszöntünk a Klárától, és lezárt az évad ugye a Sleep No More, Face the Raven-nál. Jó, de a Face the Raven az egy olyan epizód megint, hogy visszahozzák a csajt, akit nem kellett volna, hogy majd akkor megmondja, hogy akkor mit kell csinálni, és odaadja a kis börtönét a dokinak. Azaz. De hogy az egy tök oké, értem, de nem tudom, hogy miért pont annál a csajnál, hogy meg mit, meg már a fele se tudja. De az, hogy a Klára már megint így, meg úgy, meg Klára megint nagy emberkedik, és jól. Nem az, hogy nagy emberkedik, ő ott elengedi, ő ott azt mondja, hogy akkor hagyjál már itt. Én már végén nem lehet mit csinálni, akkor azaz, ennyi doktor, hagyjál itt, megtetted már mindenkinek. Ez a Moffat betegség. Moffat nagyon sokáig úgy írta a Klárát, hogy magát írta bele, hogy ő annyira szerette ezt a karaktert, hogy de igen, ő jó, és minden egyes megnyilvánulásával és tettével egy idő után azt próbálta igazolni a Moffat, hogy igen, ő ezt ő jól írja, ez egy jó karakter, ő ezt jól csinálja, mindenki más hülye. Igen. És ezért utálták nagyon, és egyébként nem lenne egy rossz karakter, csak nem kellett volna ilyen szócsőnek használni őt itt ebbe a helyzetbe. Igen, egy idő után Klára show lett, és amikor kiírták, ott is benne volt ez, csak ott már nem Klárára tette ezt, hanem a dokira, hogy de, megvendelek, ez egy jó karakter, ez itt marad, és jó, mondjuk az egy tök jó fordulat, a mindjárt visszatérünk a börtönösre annak a végén, hogy nem a Klára fejtette el, hanem a doktor a Klára. Tehát hogy az egy tök jó lépés volt, mert én nem számítottam arra tényleg, hogy magát emlék törölte ki, és nem a Klárát, és ugye akartak ebből is egy spin-off sorozatot csinálni, ahol majd a Hála Istennek abból se lett semmi. Igen, ugye, viszont önmagában a börtönös rész az tök érdekes, hogy azt szerintem az egy zseniális. Tehát szerintem a börtönös rész az úgy a komplet Doctor Who, újkori Doctor Who ever szerintem egyik legkiemelkedőbb. Az a leges legkiemelkedőbb. Hihetetlen, hogy benne van az eszenciája abba az egy részbe. Az egész és mondat, egyetlen szereplő van benne gyakorlatilag végig. Ha special volt Tennantnak meg Smithnek a jutalomjáték, akkor itt ez Capaldinak. Tehát itt annyira brillírozik, és annyira hozza a karaktert, és annyira adja alá a lovat az egész, és imádom. És annyira jól hozza, és annyira eszenciálisan benne van a doktornak a karakter. Kicsit egyébként nekem az is egy furcsa rész olyan tekintetben, hogy nem teljesen értettem, hogy most akkor mégis hogy, mert ha ő elporlaszta magát, ez egy másik doktor, aki jön. Tehát megint az történt velem, hogy túl akarták magyarázni egy picit, azzal, aha, hogy akkor így folyamatosan körbejön, és eltelik kurva sok idő, és ezzel elvették tőlem a varázsát annak, hogy beleéljem magamat, mert elkezdtem gondolkozni azon, hogy akkor most mi? Most akkor őt elporlad és üzenet vagy magának. Akkor tulajdonképpen ő nem öregszik, csak telik az idő a saját börtönén belül, de hogy akkor ez azért jön ő vissza folyamatosan, mert nem hal meg, csak újra kezdődik a ciklus? Nem. Tehát ott igazából az történik, hogy a 4,5 milliárd év alatt, amíg ő ott van, ami egyébként megegyezik a földkorával, tehát ez pont annyi idő, mint a földkora, hogy ő akkor ott van ugye 4,5 milliárd évig, ott ugye mindig ugye megérkezik abba a teleportba, és utána pedig elvégzi a tevékenységet, egyébként gondolom ez így pár nap vagy pár hét, nem tudom, hogy mennyi idő alatt kitelik. Utána ez alatt ugye telik az idő, és mindig, amikor ugye mielőtt meghalna, újra bekapcsolja a teleportot, amivel ugye egy következő doktor újra megérkezik. Jó, de akkor tulajdonképpen ő nem öregszik. Nem, ő nem öregszik. De a következő doktor az honnan jön? Azért kérdezett, ugye bennem fölmerül ez a kérdés, hogy ez... Lényegében az olyan, mint hogy ugye a teleportban különböző egy biztonsági mentés lenne a teleportban, amit ő mindig visszajön. Hát a kis Jeboniverzumon belül a... Egy checkpoint, igen. Egy checkpoint, ott ugye van egy checkpoint. Szó szerint egy checkpoint, igen. De hogy ez tulajdonképpen ez ugyanő önmaga. Nekem nem, mi szerintem csak elengedtük. Nekem az analitikus agyadat zavarta. Hát persze zavarta, hogy ne zavart volna. Amikor egy ilyen zseniális részt leraknak, és akkor egy ilyen apróság kivesz belőle. Engem annyira... Minket szerintem nem hibá. Jó, de ez igazából effektíven nem hiba. Jó, azt én hiszem, hogy titeket nem zavar, de engem zavar, bassza meg! Hát zavarjon már! Majd akkor zavar, amikor én akarom! Így van, de tényleg, nekem ez olyan. Nagyon szeretem, nagyon imádom, de
Amikor ilyet csinálnak, valahogy engem el tudnak veszíteni. Tehát, hogy itt ugye valójában ugye az a doktor, aki a végén kijön 4,5 milliárdból, az nem 4,5 milliárd éves, mert az ugye igazán mi volt, csak pár hetet töltött el ebbe a börtönbe, az a konkrét doktor, aki a végén ugye az utolsó ütéssel kinyitja azt a kristálybörtönt. Teljesen. És utána a Hellben te lesz jól tasra vágja. Ja, az nem egy kiemelt. Ez egy összecsapott rész volt. Tudom, nem voltak rossz ötletei, de az megint ez a Moffati összecsapott. Az a mondat az elején a résznek, ami a War doktoros epizódban ugye a Smith doktora mond a végén, ugye, hogy meg szokott kérdezni Clara, hogy álmodok, persze, hogy álmodok, és akkor hazavút, és hogy a hosszabb úton megy haza. És akkor itt végre elérünk haza, és úristen, itthon vagyunk, és akkor többet ezt kezd, az a kezdés a zseni. Igen, és, igen. És akkor gyakorlatilag szétszedik a kapkodással, ez egy tripla résznek kellett volna minimum, meg azzal, hogy akkor Clara. Igen. Ja, értem, hogy azért ment végig a börtönön a doktor, hogy a Clara helyett most eljöjjön Gallifrey keresztül, de hogy megtalálja újra Gallifreyt, és igen, akkor kisabadítja. Igen, az nagyon jó, hogy utána volt még egy specialünk a Hazard-Fiverson, mert az egy nagyon szép send-off volt. Egyébként az érdekes, hogy szerintem a Husband of Riverson viszont, tehát én azt effektíve nem tartanám egy kiemelkedően jó résznek. Tehát valójában a cselekmény szempontjából, meg egyébek szempontjából olyan banális az egész. Viszont a River is a 12 között a kirébe a baromi jól működik, és baromi szép a vége. Igen, hát nagyon szép. Tehát gyönyörűen szép a vége, azt felismerem. Az igen, egész. egy ilyen kis tingli-tangli rész, azért, mert egy karácsonyi rész, és annak úgy oké, de a vége az egy gyönyörű szép lezárás, és ott érződött tényleg, hogy Moffaték úgy vannak, hogy hát ha itt van vége, akkor itt van vége, és ennyi. Csak aztán jött még egy 10-es évad, ugye amikor behozzák az új lányt. De én nekem az az évad. És behozzák ugye a Missy-nek a sztoriát. Nekem az évad az annyira kavalkán volt, hogy én nem emlékszem semmire. Konkrétan semmi. Én nekem marhára csömöröm volt előtte a két évad Capaldival, annak ellenére nagyon szerettem, tehát nem Capaldiból volt csömöröm, mert ugye át ő a kedvencem, hanem Moffatból. Tehát én azért néztem végig a Capaldi évadokat, mert Capaldi. Ő valami zseni, tehát hogyha ő nem lett volna, akkor ott lennék, mint a Jodie Whittaker-es első évaddal, hogy bocs, én ezt nem nézem. Hát, én is nagyon vártam, tehát én nagyon vártam ezt az évadot, mert az, hogy nincs végre Clara, lezártak egy dolgot, és akkor megyünk tovább. Igen, egy ilyen új korszakot nyitottak ezzel az évaddal. Teljesen önállóan fogyasztható új évad. Igen, itt csúcsosodik ki a Capaldi-féle dokinak a karaktere. Ugye itt megy végig az egész szám Missivel, hogy lehet, hogy ő belőle jó embert tud csinálni, és ez a tragédiája, hogy nem, de egy kicsit igen, csak erről a büdös életben senki nem fog tudni rajtuk kívül, ugye, igen. Mert ugye azzal váltja meg magát, hogy a végén ő nyírja ki saját magát. És ott csütötték el újra ezt a poént, hogy ne is erőlök, hogy regenerálódással úgyse menj, és akkor következő van, ezeket annyira imádom. És ebből is egy csomó teóriát gyártottak a fanok, hogy de akkor a 13. doki mellett feltűnő mester az nem jöhet a Missy után, mert a Missynek megmondta az előző mester, hogy de most teljesen meg fog halni. Na tessék, tessék. És ezek az évad, én nagyon szerettem a hogy hívták a Choice-t? Bill. Igen. Nagyon szerettem a Billnek a karakterét, nagyon jó volt jó, a sztoria. Tök tetszett, hogy a Doki egy ilyen tanár az egyetemén igazából. Ott dugdossa ugye a Missy-t, meg nagyon jó volt a... Meg Nardol, ez az évad önmagában egy nagyon tök jó dolog volt. És egy szép évet lezárt ugye a Missy-nek a sztoriával. Itt hangzik el a monológ, amit elmondtam Capaldival, és ez így a tök kicsúcsosodás a végére. Ugye ez a grumpy öregember, ez így megbékél magával. Igen, én ilyen vagyok, és fognak így szeretni,
És ez rendben van, így, és a regenerációtól se fosok, mert egy tök rendben van. Ez az élet, megbékél az élettel, és ez nagyon tetszett. De a végén az a záró epizódok, az te kurva lélek facsaró volt. Hát, az évad záró, igen. A Cybermenes, mesteres évad záró. Mikor a végén az volt a vicces, hogy itt nem a Doki kapott egy ilyen nagy Doki, de egyébként a Doki is kapott a végén még egy Doki Union, de azért a Mester Union, az tök vicces. Még meg kellett volna hozni még egy harmadikat is a Jacobi izéjét behoztak. Kár ért, hogy beleerőltették ebbe is a kislányt, de jó volt. Kislányt? Hát a Trónok harcás kislányt. A Twice Upon a Time-ban. A karácsonyban. Azt hiszem. Lehet, hogy benne van ő is, de annyira nem érzik. Az meg is emlékszem. De azon, hogy ott valószínűleg minden karaktert elővettek újra, igen, akivel ugye fel-fel mutatva. A Twice Upon a Time egy fun kis rész volt, ott vicces, igen, volt a kis boomer dokival, meg az egyenesen. Hogy ő mennyire brutálisan boomer, és hogy mennyire nem PC egy karakter volt akkor. És ez tetszett nagyon, hogy így vissza... Na, azaz, viselkedni. Tetszik nagyon, hogy így, hogy így tudott magán röhögni a sorozat. Yeah. Hogy ugyanúgy, ahogy a maga a karakter is tettek, ez így tök jó volt, hogy maga a karakter is így... maga a karakter is igazából a régi énjét úgymond képes volt nevetni rajta, kölcsönösen is. És ezekkel ezt pedig ugye maga a sorozat is. Tehát, hogy így kimondták azt, hogy jó, hogy az is volt elmúlt, stb. Az is ugye az élete része hát, volt. Hát meg aki eljutott idáig, annak azért ez egy... És mondjuk nem ismert a régi doktor utannak, azért ez egy ilyen kis ajándék, hogy volt itt régi sorozat, és lehet visszamenni nézni, hogy ami most jön ezután, az már nem tetszik. Tehát azaz. Hát igen, mert ami ezután jött, az abszolút nem tetszett. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy tök jó a Jodie Whittaker, mint színész. Igen. Tök jól játssza azt a tényleg kaotik fogalma nincsen doktort, amit kell, vagy amit ő ráírtak, de én az első évadot láttam, és az utána lévő évadokból csipegettem a Jack Harkness visszatérős részeket. Nem tudom, engem a kamera, az új kamera zavar, az új kamera használja. Az, hogy ilyen olcsó spanyol sorozat kamerát használ. Kevés statiszta, szűk helyszínek, a nagy csata jeleneteket CGI-jól oldják meg, és vagy pedig kameratrükkökkel, ami borzalmas volt. Amikor futott, azt mondtad. A Ghost Monument volt az a rész, ahol én letettem az évadot konkrétan, és utána, amikor beszéltük, hogy erről beszélünk, akkor azt mondtam, hogy jó, megnézem a Jodie-s évadokat, és megérte, bár nem a 11-es évaddal, hanem azt végig... De a Ghost Monument az ugye tényleg az, amikor ott áll... Amikor üldözik a kis nyomi gyereket, a két darab alien, amit úgy adnak el, hogy és most megtámad téged a sereg, és ő meg futott a sivatagba, és így ketten lövik, jó, és így ennyi volt. Igen. Itt ezek a részek, ezek nagyon gyengék. Az egész évad nagyon gyengék. Így úgy éreztem magát az ember, mint egy ilyen művészfilmes rendezvényen, hogy így, ja, itt van egy ilyen kis alacsony költségvetésű, saját finanszírozású science fiction valami. Én egy kicsit azt éreztem, hogy itt rosszul csinálják a PC dolgokat. Tehát, hogy jó az üzenet, és tök nincs bajom ezzel, csak annyira önellentmondásosan és rosszul csinálják meg, hogy hihetetlen a rózásnál például nagyon. Ott az a rész egy katyvasz volt, és amikor az a megoldása a résznek, hogy jó, akkor legyünk mi is seggfejek a rózával, mert így fix a tér és idő, és így ezzel jók vagyunk, akkor az így nem áll. Kitörölt a fejem. Nekem igazából nem az volt a fő gondom azzal a résszel, hogy ez volt végül is az üzenet, hogy akkor ők is ugye ugyanazt csinálják ők is, mint mindenki más, nem is az volt a fő bajom, hanem nekem az volt a fő gondom ezekkel a részekkel, hogy úgy éreztem, hogy teljesen hiányzik belőle a misztikum, vagy a science fiction. Igen. Tehát valójában a rózás rész semmi másról nem szólt, mint hogy visszautaznak az időbe, és látnak egy történelmi eseményt. És mellette ugye a misztikum rész az effektíve az volt, hogy ott volt az az űrnáci csávó, aki arra alapozta a világ minden gondját, hogy mert annak idén ugye felállt a róza, a buszon kiállt magáért, és hogy ő ezt eltörni, és az így a rész felénél el is tűnik. Tök érdektelen karakter volt, és ezzel ugye effektíve ez a sci-fi vonal, az, ahogy ő eltűnt, ki is esett a részből,
és innen nem volt semmi sci-fi a sorozatban. Tehát ennyire lehetne egy olyan sorozatok, hogy Dr. Who mindig visszavágy egy részbe, és megfigyel a történelmi eseményeket, de akkor viszont az nem az a rész. Egy részt tudom kiemelni ebből, ami tetszett, az a Witchfinders. A boszorkány. Na jó, nekem a Witchfinders igazából tényleg az évad erősebb részei közé tartozott, de nekem az meg olyan, mint egy átlagos rész, bármelyik. Igen, nem azt mondom, hogy rohadt jó volt, de kb. És azt kell mondani, hogy sajnos az az egyik legerősebb része az évadnak, és az olyan, mintha egy jó évadban megnéznél egy átlagos jó rész. Nekem egyébként az évad legerősebb része a békás. Tehát én azt tartom az évad legerősebb része. Nekem az túl fura volt. De nekem pont ezért, mert abban vannak, ugye, vannak, végre vannak ötletek. Tehát, hogy a Witchfinders is, ami nem volt rossz, tetszett nekem is, de ha kettő közül választom ki, akkor én a Witchfindert választanám. Én a ízéset választanám, a békásat választanám, amiatt is, mert ugye abban volt az alternatív két ház között jövés, akkor ugye ott volt benne az, ez a nagyon fuga és nagyon szürreális dimenzió, amin keresztül mentek, hogy ugye átmenjenek a másikba. Igen. Ugye akkor az, hogy ugye mindenkinek, ugye ez a szeretett karakterek ugye felbukkannak ugye ebbe a hülye idegen lény által, ami... És a végén a béka, tehát a béka maga, hogy annyira szürreális jelent. Igen, az egy tök jó hogy ugye a 13 számára egy beszélő békaként tűnik fel ez az entitás. És egy ilyen egy üres teremben van egy szék letéve, és egy ilyen apró béka méretű béka ott van, és beszél. És ez volt a 13-nak, igen, így jelent meg az az entitás, ami másoknak úgy jelent meg, hogy ilyen halott felesége, ilyen béka. De mindenki számára megjelent valami úgy, mint valami nagyon szeretett személy, akivel újra együtt akar lenni, és akkor neki egy beszélő. Igen, béka. Azt kijelenthetjük, hogy a 11-es évad nagyon rossz, a két értékelhető része a békás, meg a is. Igen, ennyi. Más ne nézzetek meg belőle, mert én csak annyit tudok mondani ehhez, amit az elején mondtam, meg az, hogy tehetek, akkor hagyjátok ezt. Hát ez így van, tehát hogy amit mondtunk is, Ranzol, te voltál az, amikor beszélgetünk erről, hogy úgy érdemes ajánlani új kezdőknek a sorozatot, hogy ezt az évadot nézd meg ezt ne, és ezt is. Ugye a Witchfinders-es rész egyébként olyan szempontból is így kapcsolódik meg az ilyen klasszik, amit mondtam előzőre, hogy amit egy átlag rész ugye a 10-es Dokitól, hogy ott voltak mindig ilyen részek, hogy így farkasember, és akkor nem farkasember, az egy idegen, és akkor vámpír, nem vámpír, az is idegen, szellemek, nem szellem, idegenek, és itt is boszorkányok, nem idegenek, tehát itt is el lesz sütve. De annyit akarok még ezt hozzáfűzni, nem... Aliens. Lát így! Aliens. Annyit akarok ezt hozzáfűzni, itt még a 11-esnél nem érződik, de a 12-esnél kezdtem el én szeretni a... No. Azt még láttam én is. Jodynak a dokiát. Azon egyszerű oknál, én a Jodynak a dokiát úgy tudom jellemezni, hogy ő lényegében Matt Smith nőbe még egyszer. Viszont, mivel Matt Smith volt a szexi doki, ezért Jodi nem lehet a szexi doki, ezért nála sokkal dominánsabban előjön ez a nerd karakter, ami egy ilyen nagyon kis cukivá teszi. És az nagyon tetszett benne, hogy itt elkezdett egy olyan karakter lenni, hogy egy kicsit ilyen introvertáltabb nerdnek érzed őt, amitől olyan kis szívetlen ember. Ő az a karakter, bocsánat, aki az ilyen vetélkedő játékban azonnal megnyomja a gombot a kérdés után, de nem tudja a választ. Igen, ő az, igen, abszolút. Viszont az is érdekes, hogy egyébként azáltal, hogy ugye nagyon introvertált, ez ugye azt is észrevennek, már kezdek az árnyoldala is előjönni a sorozatban, hogy itt már volt az, hogy mivel egy introvertált és egy érzelmekről így képtelen kommunikálni, hogy emiatt sokszor effektíve kegyetlennek tűnik. Tehát, hogy valamelyik kompanyon valami problémát osztal meg vele, és kell ez a én ezzel nem tudok semmit kezdeni, beszéljük másról. Tehát elvég szó szerint igen. Akkor miért hozta fel a sorozat? Igen, és a 12. évadban kezdettek el működni a kompanionok is. Igen. Tehát, hogy ott ugye van a kisöreg, aki egyébként... A Graham, ő a kedvencem. Graham, aki nekem is ő a kedvencem, ő nagyon vicces. Van az unokája, aki egy ilyen kis ő egy kretén igazából effektíven, viszont a Graham, tehát a Graham és közte lévő dinamika. Igen, az nagyon jó. Meg van a Jazz, a rendőrcsaj, aki kb. Aki minek van. Aki minek van. Kb. És a 12-esnél jöttek rá arra, hogy ha a csapat dinamikát használják, és olyan sztorikat írnak, ami kifejezetten ilyen sci-fi, meg misztikum, meg mint mondjuk a régi Torchwood részek,
akkor az elkezdett működni a Spyfall. A Spyfall egy nagyon jó felütés volt, az új mester zseniális. Hát elkezdik ugye használni újra azt, amit ezt beszéltük, hogy a doktor tulajdonképpen csak a Companionokra számíthat, és hogyha őket ellene fordítja valami, vagy valaki, akkor az neki egy katasztrofális dolog, még hogyha egy ilyen magába zárkózott 21. századi doktorról is van szó, mert a... Millenial doktor! Abszolút millenial doktor! Ez a nem beszélünk a dolgokról, inkább menjünk tovább, ez a hesegessük tovább, inkább oda megyek, azt tessék, itt van egy kiskutya, vagy valami... Kifutó! Cuki kiskutya, igen. De tényleg, ahogy, Rákos vagy, bocsi, cuki kiskutya! Szó szerint ilyen. Jaj, a kiskutya is lehog, cuki kis cica! Tehát gyorsan eldobja a problémát, és foglalkozik mással. A Spyfall egy nagyon jó felütés volt, ugye itt hozták be a Stephen Fry-t egy részre, ami egyszerűen egy jó felütés volt. Egyébként rohadt jó volt az egy részben, de miért tűnt el ilyen gyorsan? Akartam volna. Igen, hát arra jól lett volna építeni egy ilyen Torchwood-os főfaszt, aki mindig kiadja neki a mission. És ebben volt a mission! Spyfall-ban volt a mester, mikor előjön az indiai náci. Azt annyira, az a jelenet, az annyira jó volt. Yes. Kész voltam az tőle. Nagyon kell is. Igen, felrobbant az internet. Mester egy nagyon jó mester. Tehát ő is egy olyan színész, aki túripacskodja, de nagyon jól áll neki. Tehát egy nagyon pszichó-joker mestert kapunk. És utána a többi részek azok megint ilyen kis félelek, de jók végre. Tehát, hogy megint az volt, az első kivéve, azt elkezdtem nézni. Melyiket a Warfield-i? Igen, az olyan meh. De az melyik rész volt? Amikor elmennek a jönnek a vakációznak. Igen, az olyan szó, de még szó. Az is úgy, tehát hogy az egy ilyen érdekes, mert itt ebben az évadban kezdik el nagyon erőltetni ezt a zöld üzenetet, hogy Greenpeace-eskedünk. Igen, amikor van a lefudó madaras rész, az is ilyen. Igen, az is ilyen volt, tehát hogy itt nagyon sok ilyen volt. A Nikola Teslás az a Teslás rész valami jó. És végre úgy tesznek vele történelmi személyeket újra, hogy nem történelem óra, hanem sci-fi rész történelmi személyekkel. És ez megint tetszett. A Teslás nagyon jó volt, a Judonos volt, amikor behozzák a fekadó epizód, az tök jó. Igen. És az is egy tök jó rész volt, és tetszett. Tehát, hogy annak ellenére, hogy oké, hogy egy retcon, szerintem, hogyha nem figyelem ezt önmagában, egy tök jó... A karakter maga érdekes volt, amikor egyetértek, és ugye nem szeretem én ezt, amikor az a... Mégse az első volt az első típusú dolgot. Jó, azt igen, sem. Utána volt ugye a Praxus, az nem az évad leghosszabb része. De az is nekem egy olyan volt, hogy egyszer elnézett, tehát még... sokkal több rossz részt találok még ehhez képest is az előző évadban, mint ez. Igen. Most eszembe jutott, hogy igen, február tavaly évben én adtam ennek még egy esélyt, és nagyon nem tetszett. Hogy megint vissza fog menni megnézni, mert fú. A Can You Hear Me egy érdekes rész volt, az istenek, amikor hallják, hogy az egyik segítséget kér, és kiszabadítják, és kiderül, hogy a másik csalta őket ide. A rémán. Igen, valami rémlik, de ez eléggé kimaradt nekem. Nekem az oké volt, Haunting of the Villa az ez viszont az évad legjobb. Az egy nagyon jó rész. Nagyon jó az a rész. Igen. Nagyon jó rész. Kicsit azért emlékeztetett, volt a tenöntös érám, vagy a Smith-es érában volt egy ilyen, amikor egy házban volt. Tényleg, és ugye ott volt a szem a jégbe fagyva a szellem, igen, az a rész, tényleg a remlékeztetek. A izékben a gyerekeknek az anyja vagy ki volt. Meg volt az a rész, amikor ki volt az a híres krimi írónő, akihez az Agatha Christie-re is egy kicsit emlékeztetek. Ez nagyon jó. Volt, ugye, és ez is egy ilyen kis költségvetési volt a szobáknak a variálásával, meg a karakterek is nagyon tetszett. Egy Cluedo volt lényegében. Igen. És azt mondja, hogy a Cluedo híres írókkal. Igen, de az is például tök jó volt nekem ebben, hogy ugye mostában, vagy nem is mostában, de ugye van az elterjedni, de tudod, hogy híres írókat ugye nagyon sokszor ilyen magasabb pátoszra próbálnak emelni. Ezeket főleg még inkább a magyar irodalomban jellemző, külföldön már annyira nem. Tehát külföldön már kimerik általában mondani azt, hogy nem tudom, egy ilyen híres írók igazából csak egy csapat orgiázó hülye gyerek volt körülbelül, és itt is egy kicsit erre ment rá a víz, és tök hangulatos volt, hogy igazán
annyiból ez a vers felolvasós orgia. Ez így átcsapott egy Cluedo játékban. Igen, a Facebookon van egy ilyen oldal, nem fogom megmondani hirtelen, amire ez emlékeztet, amikor van egy hapek, aki a régi levelezéseit meg írásait keresi a híres íróknak, és ezzel így a régi bulvár életüket feltárja, hogy valójában ők sem voltak olyan, tehát ők is ugyanúgy emberek voltak, mint mi, és volt egy csomó ilyen hülyeség, és nagyon tetszik. Persze, igen, az. És akkor ez, ugye itt már érezzük azt, hogy itt már tehát ezek az évadok már csak ilyen 10 részesek voltak, és az utolsó kettő volt ugye az Ascension of the Cybermen, meg a Timeless Children, amivel fölfedi, hogy ezt az egész mitológiát, meg behozzák ezt az utolsó Cybermen. Szerintem egy tök jó lezárás volt, de egy kicsit fárasztó az, hogy visszarángatjuk Gallifreyt, fölhúzunk még egy nagyobb missziót az egész megé, hogy igen, jaj, az volt az... még 800 millió reinkarnáció, még 800 ezer éves lória. Ezért mondom azt, hogy van, itt ugye a két rész között, mert ez ugye egy dupla rész volt, akkor ugye a Cyberman kötötte össze, mert ugye ő volt az, aki kísértett ugye ebbe a kastélyba, hogy eközül a két rész között ez nekem megint olyan, mint az előző évadban, amikor beszéltünk, hogy ugye a Heaven Sent Hellbent. Tehát egy pont ugyanaz, hogy van ugye a dupla epizódnak egy nyitó része, ami egy önállóan élvezhető tök jó rész, és utána követi a nagy misztikum lezárása, ami meg már sokkal unalmasabb. Ez a két rész nekem egy kicsit pont ilyen volt, hogy tehát sokkal jobb volt az, amikor még ugye ott volt a Cyberman, ugye ott volt, mint kell be ez a helyi szörnyeteg a kastélyban. Igen, az egy nagyon élvezetes rész volt. Amikor az utolsó embereket mentik előle. Mert tényleg egy hiteles gonosznak tűnik, hogy ő egy ilyen, ő még a Cybermenek között is egy ilyen abomination. És utána jött az három rész, amikor megint Gallifrey és az időlord Cybermenek, mit tudom én, és az már annyira über, hogy így... Én nagy faszt kaptam. Ja, Revolution of the Dalek, a special. Nem, ez még az előtte, a Timeless Children. Igen? A Revolution of the Dawn, az a Timeless, az a de a Revolutionben mi volt, arra most így hirtelen. Ott csak Dalekek meg észrevettek. Az egy reboot tulajdonképpen, mert már volt egy ilyen című. Ja igen, hogy ott visszajönnek a Hikomad Dalekek, és akkor jönnek a Sima Dalekek. Igen, ez egy korrekt szív. De az valóban, ez nem akart nagyot egy ilyen szokásos kis jó. Meg megmutatták, hogy ja, mi is tudunk egy normális részt is írni egyébként. Ja, hát meg azért már szerintem beült a Covid is. Tehát, hogy már most már egy 2017. Hát az mostanra. Mostanra jött, tehát erre az évadra van, hogy az már csak 8 részes lesz. Igen, lehet, hogy jobban járunk vele. Nincs ez a vége. Tehát a 12 még nem jött ki. Az de volt egy. Nem, nincs még. Akkor egy special lehetett. Az special volt a Dalekos. Egyébként vicces, most mindkét special rész Dalekos volt. Csak ugye az első meg csak egyetlen Dalek volt, utána pedig a Hikomad Dalekből lett egy csomó. Igen, a Covid az mostanra. De a Hikomad Dalekes részben volt Jack. Végre nem csak beköszönt, hanem végre ott is volt, és aktív is találkozott a 13-ban. Én vártam, hogy valami legyen, mert azt, hogy behozzák, azt elmegy. Hát az igen, az annyira rossz volt, hogy ez a itt keringek a föld körül, de nem tudok közel venni. Elmegyek. Han Solo. De a kenemben rohadt. Fordulat, egy centrifugal. A kislánya Leia. De van az élet, amikor Kenemre azt hiszi, hogy ő a doktor, és így rázombul az rohadt. Ja, igen, azt mondom, hogy elkezd ez egy pasit, tudod, gyógyja neki. Itt egyiket körbe akarja smárolni. Te vagy a Silverfuss, és így rázombul. Igen, azt az egyet sajnálom, hogy a Companion-ökből a két érdekesebbet írják ki a végére, és egyedül a legérdektelenebb maradott vele. Nekem abszolút kedvencem a Jack, ahogy ő ezt a meleg szállat be tudja hozni ebbe a sorodba úgy, hogy imádom. Tehát én is oda mennék, hogy megcsókolnám az. Az a csávó, az úgy megy ki a konversőről, hogy mindenkit szájon csókol. Ennek közös fotó vele most már. Így mennénk oda, mit az. Zájgolok vagyunk. 12-es doki jelmez meg közös fotó. Peter! És egyébként Feti, szerinted merre tart a doktor úr? Mert én nem tudok nyilatkozni, de érdekelne szerinted, merre megyünk, vagy hogy mit hozhatnak még kívül, hogy lesz ennek vége, vagy
Ezt viszik az örök kívánosságra? Nem tudom, én most ugye valószínű, hogy arra tippelek, hogy ezzel a izével Timeless Child szállal kezdenek valamit, ami egyébként annyira nem rajongok értem, mert ugye nem vagyok az ilyen retconoknak az ilyen abszolút híve. Viszont szerintem egyszerűen viszik tovább. Én arra tippelek, hogy ezután is lesz egy újabb doktor. Most ahhoz képest, hogy sokan ugye kudarcra ítélték ugye az 13-as dokit, úgy néz ki, hogy ő is a szokásos 3 évadát letolja. Úgy látom, hogy dinamikára is kb. Ugye az, hogy kaptunk egy gyenge nyitó évadot, lett utána egy jobb második, és remélem, hogy egy szintén jobb harmadik évaddal fogja a szervezetet. A költségvetésük az, hogy kevesebb a nézőszámuk, simán okozhatja azt, hogy visszatérünk a régi vonal felé. Hát ez a 12-es évadnál szerintem érezhető, mert egy nagyon 180 fokot vettek a 11-hez képest. Igen, tehát nagyon a tökükre léptek ott szerintem, hogy gyerekek, csináljatok itt valamit, mert ez így nem jó. Igen, tehát visszahozták effektíve a misztikumot, a skifit visszahozták. A hardcore skifit, igen. Meg jó ötleteket is. Egy jobb operatőrt vegyenek már fel, azzal nem kéne spórolni. Én nem bírom. Végül is azt először teljesítették, mondok, hogy emberek, legalább egy írót vegyetek már fel, és akkor oké, felvettünk, és akkor most már egy operatőr is kéne tenni. Nincsen pénz operatőrre. Elregeneráltuk. Azaz. Elmaradt, elvitt a mester. Viszont amúgy most van egy filmje a Jodie Whittakernek, amit már akarok nézni. No. Amit nem is hallottam, mert ez Attack on the Block vagy micsoda. Igen. Egy brit debilség. A főszereplő benne, a Star Wars-ból. Igen, a John Boyega. A John Boyega. Kettő színész, akit akarnék látni egyszerűen, úgyhogy van egy nagyon jó szerepel. Egyébként meg a Jodie, meg a Signal úgy kerültek be ebbe a soriba, hogy annó ők egy nagyon nagyot mentek a BBC-n a Broadchurch-el, amiben benne van a Tennant is. Igen. És ott azért, hogy az egy akkorát ment, ugye fölkérték a Signalt, és miután választani kellett Dokit, neki annyira múltja volt a Jodie-val, hogy akkor így került be. Hát akkor a következő Dr. David Tennant, köszönöm. Szép újra! Vagy a társa David Tennantnek a hölgy, aki kapott szintén díjakat a Broadchurch-ben volt. Nem tudom a nevét. Jodie Whittaker. Nem, akár igen, a fekete lajú idősebb. Ja, az is érdekes lenne. Igen. Én most ugye még azon gondolkozom, hogy most ugye nyilván ugye elindult az, hogy ő ugye először ugye a sok férfi doktor után női doktor lett, és még az ilyen nagyon nagy kérdés, hogy vajon ha a következő váltás lesz, akkor úgymond hát idézőben visszalépnek, hogy megint akkor egy szerintem... Vagy akkor elkezdik az etnikumokat sorra venni, vagy vajon mi nagyon fognak. Lényegében azt már elkezdték, mert ugye a titkos doki a nő című fekete. Én megkockáztatom azt... Nem biztos, hogy vele hosszú távon akarnak valamit kezdeni. Szerintem megléphetik azt is, hogyha van tökük, vagy nincs tökük, hogy ne legyünk izék, tétszik legyünk, hogy egy nemtelen doktor. Jó kérdés. Nem tudom én sem. De simán. Hogy vajon én nem tudom, egy Thai doktor! Behozzák az időuraiból a szárnyas lényeket. Egyébként meg ugye az a poddokiról jutott eszem az első előttiről, hogy azért nem tudom eldönteni, hogy ugye nyilván úgy néz ki, hogy vele hosszú távon akarnak kezdeni valamit, egyértelműen úgy néz ki, viszont annyiszor elsütötték már ezeken a poddoktorokkal, hogy azt hiszed, hogy hosszú távon kezdeni akarnak vele valamit, és végül csak egyetlen részbe felbukkant, és soha nem kapott semmit. Ez lesz nála is szerintem, hogy így, mint egy ilyen reversum karakter, hogy egyszer-egyszer felbukkam, mond valami jelentőségteljeset, aztán megy tovább, és tehát így... Őról is mindenki vizionálja, hogy biztos ő lesz a következő doki, vagy sorozatot kap, vagy stb. Viszont a rendig tapasztalatok alapján ezt egyáltalán nem lehet. És ennek ne jósoljunk. Ti viszont jósolhattak a képernyő előtt. Ki lehet teríteni a kártyákat, föl lehet ránk iratkozni YouTube-on, lehet taggá válni, lehet követni minket Facebookon, ott van Pádi Twitteren, én Twitteren, ott vagyunk, kérlek szépen titeket Discord szerverünkön, és ott vagyunk a SoundCloud-on és a Spotify-on, egyelőre még csak ilyen rotálós. Tehát két videó van fönt, két hanganyag van fönt, két adás van fönt. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük! Két hét múlva Prospect-tel folytatjuk. Szevasztok! Hello! Hello!